Azt gondolom, hogy ez az árkérdés az a legtöbbször túl van dimenzionálva. Itt a csere fogalmánál, hogyha megértjük, hogy mi az, hogy ár-érték arány, az, hogy valaminek mi az értéke, az értékesítőtől függ, hogy mire építi fel azt az értéket. És hogyha ezt eltalálod, akkor mondhatsz mellé árat. Itt a kulcs szerintem az az, hogy ez a bőséges cserébe billenjen el a végén. Amilyen az értékesítő, olyan az ügyfele, szoktam mondani a kollégáknak. Úgy tudsz jobban lezárni szerintem, hogy jobban érted magadat, jobban érted az ügyfeledet, jobban megoldod a problémáját, magasabb szintre kerülsz, magasabb szintű ügyfeleid vannak, és hogyha ez az egész egy ilyen tudatos láncolatban van fölépítve, akkor a lezárás a végén nem a végén történik, hanem ez menet közben történik. Sziasztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez itt egy újabb Business Boys Podcast epizód, és az értékesítés tudományáról fogunk ma beszélgetni. A mai vendégünk Juhász Gábor, aki az egyik vezető magyar tulajdonú beléptető rendszergyártó cég, az Anteus értékesítési vezetője, és emellett jó barátom is. Szia Gábor! Sziasztok, szia! Elvánva! Gáborról azt kell tudni, hogy nagyon régóta barátok vagyunk, és mindig tőled veszem azokat a leckéket, meg tippeket tőled kérem, hogyha az értékesítéssel akadok el valahol. A, ugye én egy olyan értékesítő vagyok, aki vállalkozó is, meg cégvezető is egyben, de pedig dedikáltan egy értékesítési csapatot vezetsz egy cégen belül, és az utóbbi időben, az elmúlt időszakban váltál ennek a csapatnak a vezetőjévé. Majd el fogjuk mesélni a te történetedet is, illetve megkérlek majd, hogy ezeket a lépéseket, ahogy te egy vezető értékesítővé váltál, azt mondd el nekem. De nagyon fontos szerintem az, hogy hogy megpróbálunk egy ilyen nagyon teljes képet adni az értékesítésről, arról, hogy mi az értékesítőnek a feladata, hogy hogyan válik szét, amikor van egy értékesítő a csapaton belül, és milyen helyzeteket teremt, amikor maga a cégvezető az értékesítő, ugye ebben a helyzetben én vagyok. És itt van velünk ti is, aki viszont az újonnan újrakezdett életében nagyon-nagyon masszívan az értékesítéssel foglalkozik. És gyakorlatilag napi szinten uh, ügyfelekkel tárgyal, értékesít nekik, próbál igen. valamit eladni. Izgalmas hétköznapok, igen. Igen. Szóval nagyon közel állunk az értékesítéshez mindannyian, és ezt már um, mostanában elkezdtük feldolgozni, ezt a témát. De a Gábornak van egy olyan látásmódja, egy ilyen egészen holisztikus, a, a, a benne lévő embert érintő látásmódja, amivel egyrészt a saját cégüknél is nagyon-nagyon magas szintre tudta vinni az értékesítést, meg hát pénzügyi értelemben is nagyon eredményessé tudta tenni ezt a területet. Másrészt meg ő maga is sikeres és jól fejlődik ebben. Ennek pedig egy következő lépése lesz, hogy a BB Pro márciustól induló, vagy áprilistól induló szakaszában, ezt majd még a pontosítást, a pontos dátumot megbeszéljük, Gábornak lesz egy hosszú kurzus, ami értékesítésről fog szólni. Ez egy olyan fajta kurzus lesz, ahol nagyon mélyen belemegy árazásba, tárgyalás technikába, mindenféle pillérébe az értékesítésnek. Most tekintsük ezt az adást úgy, mint egy nagyon-nagyon mély alapozó ehhez a későbbi hosszú kurzushoz, meg hát persze nagyon sokan, akik mondjuk nem bévő prótagok, ők is foglalkoznak értékesítéssel, és ők is szeretnének ebben fejlődni. Gábor, hogy találkoztál te az értékesítés tudományával? Hm. Ez egy jó kérdés. Valószínűleg családi érintettségem van ebbe a történetben, mert édesapám mindig is ilyen kereskedelemben dolgozott. Alapvetően van egy családi vállalkozásunk, ami, ami ilyen ipari területen kereskedelemmel foglalkozik. És én gyerekként igazából ezt láttam, hogy édesapám lényegében bármilyen nyelven fölveszi a telefont, mindenkivel beszél, kicsit üzlet ide, kicsit elmegyünk oda, megbeszélés. Jártam vele többször külföldön, volt, talán így először voltam Olaszországban, ilyen, amúgy szürreális, de én úgy voltam pádovább, hogy az ipari területen voltam, <laughs> ilyen az iparterepen. Úgyhogy én ezt láttam kicsiként, hogy, hogy egyszerűen a sikeres élethez az kell, hogy tudjál kommunikálni, megértesd magadat emberekkel, kell a nyelvtudás, kell az, hogy, hogy így értsél hozzá, és, és belémigett egy ilyen kép. Aha. de hogy, és akkor ez rajzolta is elét, hogy te azt mondtad, hogy értékesítő akarok lenni, mert apám is az volt. Ezt így nem mondanám. Érdekes területen érkeztem végül is ide. Azt mondhatom, hogy, hogy lényegében ő volt az, aki, aki ezen az úton elindított, mégpedig azért, mert tizen pár éves voltam, amikor, amikor eléggé bevertem a fejemet, és ö, kitaláltam, hogy én telefonokkal szeretnék ö, kereskedni, csencselni, és ő segített az elsőt megvenni. Úgyhogy hát, ja. Hát, kezdő árukészletről. Készlet, az ügy volt, és, és aztán utána ezt folyamatosan csináltam egy, egy, pár éven keresztül, még nem egy-két egy évre rá, egy nyarat lényegében végigrepültem, vitorlázó repültem ebből a pénzből, Aha. 14 évesem Úgyhogy, jó, pénz, úgy, van, jó pénz van a Telefonok érték, volt ez elindult egy telefonból. a, a végén már szerintem ilyen sok láncolata volt ennek, biztos Én. ismeritek a sztorit, amikor valaki egy game kapcsot elkezdett uh, csencselni, uh, Amerikában is végül egy háza lett valahol, úgyhogy ez valami hasonló történet volt, és uh, aztán utána, ahogy, uh, ahogy így teltek a, a, az évek, találkoztam alapvetően network marketinggel is, én úgy voltam, hogy nagyon hittem benne, felültem erre a vonatra. Amúgy egy nem rossz szintig igazából ebbe el is jutottam, és amikor azt éreztem, hogy, hogy ez már nem szolgál többé, akkor én ebből kiváltam, és befejeztem az egyetemet. Lényegében azóta is a, mondhatni az első munkahelyemen vagyok, vatalos munkahelyemen. Um. Hogyha apukád által így nagyon belédégett ez, ez az értékesítés, és ő, ő, ő indított el ezen az úton, hogyha nem a családi vállalkozás fele sodort az élet. Jó kérdés, jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Mondhatni azt, hogy hogy nálunk a családban mindenki megpróbált egyszer gépésznek lenni, és nekem második helyre volt beírva. Alapvetően van. Nem ár... a gépészmérnöknek jelentkezett? Gép, gép, gépészmérnöknek, a... igen van három bátyám, mindenki megpróbálta majdnem ezt az utat, úgyhogy én meg úgy voltam vele, hogy valahogy sosem tudtak lázba hozni ezek a végtelen gépészeti témák, és emiatt én második helyre írtam be a bm t de szerencsém volt, mert engem végül is felvettek a had- és biztonság szakra. És végül is abban is dolgozol, tehát beléptetőkapukat, kapukat, még mindenféle olyan biztonsági rendszert árultok most a cégednél, ami, ami valójában valamilyen épületnek, egy intézménynek a biztonságát szolgálja, tehát nem, nem ilyen nagyon nem tudom, katonai vagy ilyen rendőrségi típusú dolgokról van szója, azért rázod a fejed? Van ilyen mi, 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 Miket, miket értékesítesz igazából? Hát alapvetően ennek van egy pár ilyen nagyobb gombóc, amit föl tudnék hozni. Az első pak a, az a vállalati beléptető rendszerek, tehát itt ugye minden olyan termék, ami alapvetően azt a célt szolgálja, hogy egy létesítménybe valaki kontrolláltan tudjon bejutni és aztán utána bent a mozgását kontrolláltan tudjuk ellenőrizni. Aztán van egy fizetőparkoló termékcsoportunk, ami szerintem nem kell bemutatni, elég sok helyen találkozunk vele. Ez eléggé pörög amúgy. Van jegyértékesítő és beléptető rendszerünk, gyártunk eszközöket, annak viszonylag egyszerű oka van. Mondjuk úgy, hogy a Kínából behozott konténeres forgóvilág, meg kapuk azok nagyon gadik és hosszú távon igazából erre nem lehet jó bizniszt építeni, úgyhogy kénytelenek voltunk ezzel elkezdeni e, foglalkozni, tehát innen jött ez a, a gyártás, és ezen kívül van most egy újabb e, szegmensünk, az pedig a mosdó beléptetés, ami most már egy újabb lábnak nőtte ki magát. Tehát a, igen, ez a... igen, egyre több, egyre több bevásárlóközpont fizetősé teszi a. a... Igen. Most is adjátok hozzá Marinénit is? Nem, mi Marinéni, hogy mondjam, konkurensai vagyunk talán. Ezt így a munkájukat. Igen. Igen. Na, tehát az a lényeg, hogy itt azért elég nagy értékű dolgokról, tehát több tízmilliós vagy százmilliós projektekről van szó. Hogy jutottál arra a szintre, hogy te ennek az egész területnek, az értékesítési területnek az első számú vezetője lettél? Nem egy egyszerű kérdés, amit most föltettél. Talán azt mondanám, hogy amit mondtam, hogy hogy bennem volt egy kép, hogy ezt hogyan kell csinálni, beszélgetni emberekkel, mindig kis kapcsolatot tartani. Ez adott egy képességet, mégpedig egy kapcsolatteremtési képességet, úgyhogy ez egy jó minta volt bennem. Viszont ezzel együtt jött egy csomó rossz minta is, és talán azt mondom, hogy az én utam az. Ez egy olyan út, ahol én legtöbbször a nehezebb utat választottam. Tehát, amikor volt két út előttem, volt egy könnyebbik, ami gyorsabban tudott eredményt hozni, de alapvetően nem tudott olyan magasra jutatni, akkor én mindig a nehezebb utat választottam ilyenkor. Amikor elkezdtem itt dolgozni a, a, a cégnél, ahol most vagyok, akkor elég sokszor Belekerültem egy olyan helyzetbe, hogy elvittem egy projektet a végéig, és aztán utána valamilyen anomália folytán elvesztettem. Tehát, vagy a utolsó kis e, mozaik nem tudott bekerülni a helyére, vagy egy porszem került a gépezetbe. És ez volt az, ami, ami egy idő után piros felkiáltójeles volt e, nálam. És valahogy ez a, az út ez elkezdett engem befelé vinni magamba. És ahogy rájöttem arra, hogy van összefüggés a kint meg a bent között, akkor elkezdtem foglalkozni önismerettel, elkezdtem foglalkozni önfejlesztéssel, és igazából ennek az eredménye az, ahol most vagyok röviden és tömörem. Elkezdtél foglalkozni azzal, hogy ami bent van, az van kint és fordítva. Ez kicsit azoknak, akiknek a tankcsapdodal szövegeken túl, ez nem jelent semmit, mesél már, hogy ez mit jelent. <laughs> Uh, alapvetően ez egy elv, szerintem ez egy vezérlő elve a, ennek a környezetnek, uh, ahol élünk. Ez úgy hangzik, hogy ami kint van, az pontosan ugyanaz, mint ami bent van, és ami fent van, az ugyanaz, mint ami lent van. Tehát bennem egy podcast stúdió van. Bennem van egy neke. podcast stúdió, ez, ez egyértelmű. Okay. Uh, és az ugye azt jelenti, hogy, hogy... Ami belül tartalom megjelenik bennünk, tehát ami tartalom megjelenik bennünk, az megjelenik kint is a környezetünkben. Érzések, gondolatok, félelmek, remények, mindenféle. Erről pontosan, gondosz, pontosan erről beszélgetünk. És ez ad egy megoldó kulcsot is. A lényegében, ha elkezdem figyelni azt, hogy mi van kint a környezetemben, akkor rá tudok jönni arra, hogy mi van bennem. Tehát, hogy a környezetem is az életem rendezett, rendben van, akkor, akkor én is rendben vagyok belül, és hogyha azt érzem mindig, hogy ez az, az utolsó mozaik nem tudott bekerülni a helyére, akkor pedig érdemes elkezdeni foglalkozni önismereti témával, mert meg lehet találni, hogy mi az oka annak, hogy ez nem tud a helyére kerülni akiket még nem veszítettünk el, az ő kedvükért folytatná annál, <laughs> hogy, hogy lesz itt értékesítésről is szó, és hogy, hogy, itt az egész gyakorlatilag szerintem azért nagyon fontos, amiről te beszélsz, mert hogy, hogy neked ez a siker kulcsod, vagy sikerképleted, hogy, hogy elkezdtél önmagaddal foglalkozni, és ha jól tudom, akkor egyébként most már kollégáidnak is segítesz, hogy, hogy így értsék ezt az egészet, és szerintem ebben tényleg van egy ilyen nagyon szép spirituális terület az értékesítésben, hogy van valamid, ami, ami értéket képvisel a másiknak, és ha jól csinálod, akkor ez igazából minden, maga a szolgáltatás, amit csinálsz, azzal segítesz a másiknak. És ő ezért ad pénzt cserébe, mert ő azzal segít neked. És uh, nem adnának pénzt, hogyha nem adnál értéket számukra, és ebből az egészből igazából az jön ki, hogy, hogy két fél egymásnak segít valamilyen módon. Uh, lehet kicsit szerinted így keretezni az értékesítést, vagy te, te, te hogy, hogy tudnád ezt még jobban kiegészíteni? Szerintem abszolút lehet így. Tehát a, sokan azt gondolják, hogy az értékesítés az egy harácsolás, az egy. A sablonszövegnek az eldarálása. A sablonszöveg, igen. igen, amikor ilyen utószinkronizált filmhangon valaki elmondja, hogy, és önnek a kedvenc terméke lehet ez a következő pár évben, hogyha bízik bennünk és megveszi, de hát nyilván ezek nem tudnak alapvetően emberileg kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy az értékesítés az egy segítségnyújtás. Segítségnyújtás valakinek, aki valamit el szeretné érni, tehát általában venni szeretnének ezek az emberek valamit. És legtöbbször ugye az történik, hogy még ők sem tudják feltétlenül, hogy ők mit szeretnének venni. És az értékesítő az egy olyan ember számomra, aki segít megérteni egy helyzetet, segít megérteni egy ügyfelet, akár saját magának is, és segít kibontani azt, hogy számára mi a legjobb megoldás egy helyzetben. És ilyen szempontból, ha nézem, akkor igen, egyetértek, ez egy segítségnyújtás, és ezért nem értek egyet azzal, hogy, hogy csomószor az értékesítés az össze van keverve tényleg egy ilyen nagyon hangos, harácsoló, lukat beszélek a hasadba típusú emberrel, mert bennem ez például a verziót vált ki, hogyha ha ezt látjuk, mint, értékesítő, mint értékesítés, viszont teljesen érthető, hogy ezt látjuk, hiszen Magyarországra alapvetően ez a minta jött be. Tehát a 90- években, amikor uh, ugye bejöttek a nagyobb emelem rendszerek Magyarországra, akkor mindenkinek a szomszédja hány. mindig itt hirtelen mellem. értékesítő lett, megpróbált meghívni, és akkor ilyen izadságszagú módon ah, uh, igen. elindult az értékesítés, vagy az értékesítő, mint szakmának a behozata a, a, a Magyarországra, és sajnos ez, ez azt mondom, hogy nem emelte ezt a szakmát azért kifejezetten. Főleg úgy, hogy az értékesítésnek az a szakmai rész, ami, ami, igazán mély, és talán a lényegről, erről a segítségről szól, erről a konzultációs jellegről szól, tanácsadói jellegről szól, ez ekkor már nem is jött be Magyarországra. Tehát minimális pontjai jöttek be belőle, és legtöbbször oda volt kihegyezve ez az egész, hogy legyen a legnagyobb autót, házad, pénzed, stb. És szerintem az, hogy ezt teszük fókuszba, az elviszi elviszi ezt az egész értékesítést. Oké, okay. uh, erről eszemült egy történet, amikor tinédzser voltam, és telefonon eladtak nekem egy szürke, de egy szürke vassunat, rágot. <laughs> Mert nem, mert, mert, nem mertem nemet mondani. A telefonban, igen. Úgyhogy uh, megjött postán egy hét múlva, és, um, és, végül így véget ért ez a kalanda, hogy, hogy, tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen sztorik vannak szerintem, hogy telefonon felhívnak, és mindenfélét megpróbálnak az embereknek eladni. Um, ez, a, amit te mondtál, ez a network marketingnek van ez a része, hogy a a, ezeket az utaztatós uh, értékesítő esteket uh, nyomatják, és akkor, de ez az, amikor amikor ilyen gátlástalanul hihetetlen nagy számban emberek találkoznak azzal, hogy hogy valaki valamit megpróbál eladni, akkor az értékesítésnek a, a, a magja, az igazából elveszik, vagy elfelejtik az emberek, hogy mi ez, de egy kicsit ez a maghoz menjünk vissza, és az értékesítés fogalmát annyiban tisztázzuk, hogy ugye benne van az érték, hogy valamit, valamit értékké teszünk, vagy Valamit felruházunk értékkel? Mit jelent ez? Igen, tehát ha visszamegyünk az, az alaphoz, akkor maga az értékesítés az egy nem nehéz szakma. Tehát lényegében, ha az értéket megértjük, megértjük az érték fogalmát, az érték lánc fogalmát, az értékes végtermék fogalmát, akkor utána bele tudunk menni. Ha most pont itt van előttem az érték fogalma, értelmező kézi szótár szerint, Valamely anyagban, tárgyban, eszközben az a jelleg, tulajdonság, hogy valamely szükségletet elégít ki, és az egy ilyen vagy a társadalom részéről megbecsülésben részesül. Na, jó. Ezt jelenti maga az érték, és hogy milyen értékről beszélünk, tehát hogy mi az az objektív érték, van olyan, hogy ob objektív érték. Ugye ilyenkor meg kell nézni szerintem a környezetet. Tehát, hogyha az értékes végtermék felé elmegyünk, akkor ugye van személynek értékes végtermék, van egy vállalatnak, van egy terméknek értékes végterméke, és van szolgáltatásnak is. És itt behoznám az értékláncnak a fogalmát, ami, ami szerintem a világunkban egy baromi nagy láncolat, és mindenhol láncok kapcsolódnak egymáshoz, és itt meg kell értenünk, hogy mi ebben a láncolatban hol helyezkedünk el. Tehát vannak, van a világ, ott vannak világszintű együttműködések, vannak országok, ott vannak különböző gazdasági érdekek, hogy ezek a gazdasági érdekek létrehozzák magát a politikát. A legtöbben itt mondjuk elvesznek, és, és akkor a politika is alapvetően gazdasági szinten elkezd lejjebb menni, tehát lesznek különböző gazdasági szereplők, most beszélhetünk akkor nagyobb cégekről, ingatlanfejlesztőkről, generálkivitelezőkről, Társulatokról, holdingokról, és hogyha itt az értékláncban elkezdünk lefele menni, akkor történik meg az, amikor az értékláncban valahol mi és a mi cégünk bekapcsolódik. Ugye ez az értéklánc, ez az értékláncnak a vége az, hogy valami értékes lesz. És igazából mi az érték? Itt még, még mindig nem, beszélt, mert nem beszéltünk arról, hogy, hogy, mi az érték. Nekem mi az érték, vagy neked mi az érték? Mint ügyfél, mint hogyha én veszek tőled valamit, ugye? Tehát nekem alapvetően az a célom, amikor veszek valamit, hogy um, egy problémámat megoldják. Mert felmerült egy probléma, egy hiány született meg, akár onnantól kezdve, hogy nincs mit enni vacsorára, akár odáig, hogy egy, nem tudom, egy baromi nagy projektet kell megvalósítanom, és az az én problémám, hogy az, az működjön, vagy rendben legyen. Igen, itt az érték az nagyon sok minden lehet. Én azt gondolom, hogy az értékesítőnek, mint, mint személynek egy ilyen beszélgetésben fel kell oldódnia, meg kell szűnnie, és meg kell érteni, hogy az ügyfélnek, neked személyesen, aki az asztal másik oldalán ül, mi az érték. És én beszélhetek neked arról, hogy számomra mi az értékes, mert az én termékem, hát ezt baromi értékes, mindenfajta tulajdonsággal bír, de vajon neked erre van-e szükséged? Neked ez értékes-e? Szerintem kicsit el is kezdtünk belemenni magának az értékesítésnek a folyamatába, úgyhogy szerintem, szerintem maradjunk is itt. És hogy, hogy azt mondod, hogy az lenne vajon az első lépés, hogy már szembe találkozik valaki az ügyféllel, tehát az értékesítő találkozik az ügyféllel, és megpróbálja felmérni azt, hogy neki mire van szüksége, mit jelent neki az érték, vagy van ezt megelőző lépés is? Hát alapvetően szerintem van megelőző lépés, mert szerintem, ami mostanában már elég nehezen szétválasztható, az a marketing és az értékesítés. Meg még elé lehet tenni a PR-t, vagy mögé a PR-t, igazából ez mindegy. Ugye az egyik az az igényteremtés, vágyfelkeltésnek a tudománya, ugye a marketing, az értékesítés pedig az, hogy ezt a meglévő igényt hogyan tudom úgy kielégíteni, hogy igazából ezzel értéket adjak valakinek. Tehát a, igazából ha valaki értékesíteni akar, van egy terméke szolgáltatása, és végig akarja gondolni ezt a láncolatot, akkor itt kell elkezdeni az egészet, hogy fel tudom-e kelteni a figyelmet, fel tudom-e kelteni az érdeklődést, az igényt arra, amin van. Ugye? Tehát, hogy, hogy, valójában itt kezdődik, és hogy most ezt mondhatjuk, hogy ez marketing, vagy, vagy, vagy hogy valahol van egy ilyen, ilyen vékony határvonal szakterület között, de hogy nem lesz értékesítés, nem jutsz el abba a fázisba, hogy már tudsz beszélni az, érték, vagy a, a, az ügyféllel, és ez legyen egyébként akár egy közvetlen, egy, egy beszélgetés alapú értékesítés, vagy valamilyen, valamilyen úgymond automatizált, amikor mondjuk egy landing oldal el, de hogy egyszer nem fog eljutni oda az ügyfél, nem fog ut utána tovább lépni, hogyha benne korábban nem keltettük fel az igényt, és ez az igényfelkeltés, ez történhet már időben megelőző pillanatokban, vagy abban a pillanatban, amikor, amikor elkezdünk egymással kontaktusba lépni valójában. De most próbálj végig gondolni, hogy mondjuk a Facebookon találkozom egy hirdetéssel, hirdetnek -e egy nagyon szép szürke alsónadrágot, és lekattintom azt a linket, akkor, le akkor, vagy, vagy, már nem <gül> 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 akkor vajon, már nem azért kattintom el, mert bennem már egyébként is megvolt az igény, vagy, vagy lehet, hogy amikor lekattintom, még utána fogom eldönteni, hogy valójában ezt a terméket meg akarom -e venni. Ezt most nem kell megfejtenünk, csak hogy, hogy valójában itt, itt nagyon sok minden már azelőtt eldől, hogy megpróbálna nekem eladni bárki bármit. Messzire fog ez a téma. <gül> 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 szerintem nagyon jó oldalról kezdted el megfogni ezt az egész kérdéskört, hogy ha belenézek ennek a belsőjébe, akkor alapvetően vannak vágyak, meg vannak szükségletek, és itt az igényt lehet továbbbontani erre a, az alábbi kettőre, és talán azt mondom, hogy a szükséglet oldalát érdemes megfogni szerintem a dolgoknak, tehát amióta van online marketing, amióta mindenki mindent eladhat, azóta otthonról a temúra rendeljük meg a szekundár érzetes termékeinket, amire alapvetően az esetek 90%-ában 90, 90 ugye nem volt szükségünk. És hogyha valódi problémát oldasz meg, akkor, akkor arra szerintem van igény, és én azt gondolom, hogy lenni kell egy problémakörnek, amivel te elkezdesz foglalkozni, lesz benne valamilyen megértésed, és aztán erre fogsz tudni adni egy megoldást. Tehát én ezt gondolom jó iránynak, és ilyenkor fel kell tenni mindig a kérdés, hogy én mit adok a világnak, tehát mi, mitől lesz jobb az, az, hogy én a saját termékemet, szolgáltatásomat árulom, és hogyha ez, tehát amilyen valós problémát kielégítesz igazából a környezetedben, amilyen problémát, amilyen valós problémát megoldasz, az utána látni fogod, hogy mennyire működik utána a te bizniszed. Uh -huh. én, én nagyon szeretem mindig ezt ezt a megközelítést, hogy, hogy bárminek, amit el akarunk adni, annak valamilyen problémát kell megoldania, és én ezt a podcasteknél szoktam mondani, ugye, amikor készítjük elő az új műsorokat, akkor mindig azt mondom, hogy ne abból induljunk ki, hogy mi mit tudunk és mit akarunk elmondani az embereknek, hanem abból, hogy induljunk ki, hogy a mi célközönségünknek, amit azért csak be tudunk lőni, milyen problémái vannak. Milyen napi szintű problémái vannak abban a pozícióban, abban az élethelyzetben, a hobbiaival kapcsolatban, bármi, ami, ami van. És nézzük meg, hogy ezekre a problémákra mi tudunk-e választ adni. Most jelen esetben a mi műsorainkkal, tehát amikor például egy, egy podcastnek a, a, az adás sorrendjét építjük fel, akkor én először azt kérem, hogy határozzuk meg hogy, meg, hogy mi a célközönség, és nézzük meg azt, hogy függetlenül attól, hogy mi miről akarunk beszélni, milyen problémái vannak a célközönségünknek. És akkor látjuk azt, általában össze szoktam iratni mondjuk ilyen 10-20 problémát, és utána látjuk azt, hogy ezekhez mi tudunk és -e csatlakozni. Jelen esetben mondjuk adástémákkal, vagy egyébként bármilyen más bizniszben, mondjuk termékekkel vagy szolgáltatásokkal ezekre tudunk-e csatlakozni és akkor viszont nagyobb esélyünk van arra, hogy az emberünk a hallgató rá fog kattintani mondjuk arra a podcast adásra, vagy valaki meg fogja venni azt a terméket, vagy lekattintja azt a linket, mert már a nulladik ponton abból indultunk ki, hogy neki létezett egy problémája, amit ő meg akar oldani. Vagy tudja, hogy meg akarja oldani, vagy nem tudja, hogy meg akarja oldani, de hogy, 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 hogy ha nem tudja, hogy meg akarja oldani, akkor ugye segít az, hogy elétesszük. Erre jó mondjuk egy ilyen, ilyen mondjuk egy Facebook hirdetés, ez tipikusan ez a kategória. Amikor meg már tudja, hogy meg akarja oldani, mert van mondjuk valamilyen tudata, akkor ő elkezd kutatni, és keresi a megfelelő termékeket, szolgáltatásokat, tartalmakat. Láss, mondjuk Google-be elmegy körülnézni, és kulcsszavakkal keres, vagy egy célzottan megy be egy üzletbe. De hogy az egész szerintem itt a problémák körül jelenik meg. Úgyhogy ez, ez, ez jelenti azt, hogy igénye is van a termékre, ugye? Igen. Oké, okay, akkor ez szerintem egy jó kiinduló pont. Tehát van egy uh, olyan megközelítésünk, hogy, hogy problémákat oldunk meg valójában, és az a cég is, ahol te dolgozol, ahol én is dolgozom, az Ati is dolgozik, bizonyos fajta problémák megoldására szakosodat. Hát meg szerintem vágyakat. Mind, mind a kettő működik. Ingen. Tehát a, az igény mögött vannak vágyak, meg vannak szükségletek, tehát én a szükségleteknek uh, hoznám uh, az analógiáját, mint a probléma a vágyak, meg, meg ott igazából alapvetően egy állapot, amit valaki el szeretne érni, és ha jól ismered a célközönségedet, jól tudsz lőni igazából az ő fájdalompontjaikra, akkor van az, hogy minél relevánsabb üzenetet tudsz nekik mondani. Tehát feltehetőleg mondjuk a mondjuk otthon e, gyesen lévő kismamáknál, hogyha alvás probléma körre célzol, akkor, e, akkor az egy jó, e, jó találat lehet. E, ellenben, nem tudom, testépítéses reklámokkal e, súlykolni őket, meg egy kicsit e, luftrugás. De igen, de igen. Most, ott, hogyha ott vagyunk, hogy van egy, egy felépített fel probléma tudata a, a vevőben, tehát neki megjelenik ez. Nézzük meg a kicsit, Ati, hogy te mit gondolnál, mi a következő lépés? Tehát, hogyha te már uh, találkozol egy vevővel, amikor érték, ugye most ti mindenféle klímával, meg minden uh -huh. ilyesmikkel foglalkoztok, um, rengeteg mindennel foglalkozom már most is újból, úgyhogy azért nehéz is ezt a példát uh, hozni. De hogy az a vevő, vevőben már megjelent egy igény, hogy mondjuk egy új klímát, akkor te fejben, mint mondjuk uh, part-time értékesítő, mit látsz következő lépésnek, hogyan oldod meg az ő problémáját? És utána nézzük meg, hogy a Gábor szerint ez jó megközelítése. Um. Hogyha B2B-ről beszélünk, akkor egyáltalán, hogy mekkora a projekt méret, most hozok, például hozok egy új építésű társaság építés. Ott nem számít a minőség, ezt sajnos ki kell mondani. Az, hogy egy klímával felszerelik a lakást, drágábban el tudják adni, jól hangzik, de mi csöveket raknak be a réscsövek helyett. Akkor itt már bármit mondhatsz nekik, nekik nem számít, hogy a részcsővel legyen berakva, ők általában itt árérzékenyek, illetve van még egy-kettő ilyen, ilyen kritérium, de ennyi, ott azért sokkal kisebb mozgástered van. Bocsánat, ugye itt arról van szó, hogy ezen a generál kivitelezői vonalon a minőség az nem érték. Igen. Hogyha jól értem. Igen. Ö, van egy minimum minőség, amit elvárnak, de egyébként nem, nem erre megy ki. Ne általánosítsuk szerintem, mert igen. vannak olyanok, akik szerintem akik abszolút van, minőségre. Igen. Mennek. De hogy ez egy jó megközelítés volt, hogy, hogy itt azt kell ilyenkor megérteni, hogy hogy a minőség oldaláról közelít a vevő, vagy, vagy mondjuk ár. a mennyiség, vagy az ár Vár. oldaláról. A, hogyha B2C-t nézzünk, akkor nagyon sokszor egyébként az ügyfelek sem tudják, hogy hogy miért kell. Mert van bennük egy vágyma a szomszédnak, van egy klímája neki is kell, egy klíma, ú, magas volt a gázszámla, akkor klímával akarok fűteni, de egyébként fogalma sincsen még arról, hogy hogy milyen klímát szeretne. És én olyankor hagyom őket beszélni. Általában az emberek szeret szeretnek beszélni. Tehát van, van egy problémájuk, van egy vágyuk, és felteszel egy kérdést, és másik tíz olyan kérdésre válaszol, amiről amit nem is kérdezted, de, de tudod, hogy kelleni fog. És akkor már szépen tudod szegmentálni fejbe. Mekkora pénztárcája van? Tudsz-e pluszba értékesíteni neki klímát, mert azt mondja, hogy 100 négyzetméteres házú van, van egy nappali, ott vagyunk nagyon sokat, de a hálóba is lehet, hogy jó lenne, és akkor is és akkor is szépen elkezdett szegmentálni, és épített fel magadban. És öm, sokszor, sokszor, elmondják azt, hogy ú, nem tudom, például tavasszal vagy ősszel be kell gyújtani, mert fatüzelésű dolgaik vannak, akkor már tudod, hogy olyan klímát értékesítesz, ami tavasszal, ősszel bekapcsol, már tudsz érvelni, neki nem kell begyújtani a, a központi kazánba, és akkor szépen elkezded rávezetni, hogy mi mindenre jó, még mi, mennyi olyan problémára ad megoldást. Lehet, hogy csúnya vagy nem csúnya, de én például időseknél szoktam ezt használni, hogy, hogy az átmeneti időszakokban tudnak klímával fűteni és mi is a... ezzel fűtünk most nagyon sokszor. Úgy. Úgyhogy... Igen, igen. És hogy, hogy, hogy elkezdem vezetni őket, hogy mi mindenre tudják még használni. És, és nagyon szépen elmondják az emberek, hogy ő nekik, hogy élik a kis életüket, de tényleg sokszor elmondják egy egész napjukat, hogy átlagban hogy néz ki egy napjuk. És például ahol, ahol, kisgyerekek vannak, ott már tudok olyan, ott már egyből olyan klímákat értékesíteni, aminek olyan szeme van, ami nem fújja az emberre a közvetlenül a levegőt. És akkor így, így szépen, szépen, szegmentálom őket, és akkor kezdem szűkíteni. Jó az, nem? Nekem teljesen tetszik, amit, amit elmondtál, De hogy profi, és hogy ő ezt amúgy nem, nem tanulta, és nyilván az elmúlt, nem tudom, x éves vállalkozói karrieret bőven megtanította arra, hogy problémákat ja. oldja meg, de ja. hogy, hogy az egésznek van egy láthatóan egy ilyen tök jó struktúrája a fejében. És, Ég, és, és bocsánat, csak hogy, hogy én nem azzal megyek, hogy van erre a hat kérdésre válaszolni, mert egyébként ki kell énekelned az infot belőle, de hogyha beszélgetsz az emberrel, sokkal tehát nem, nem, nincs ez az értékesítés, nincs ez az izzadság szaga neki, hanem ha beszélgettek, és sokszor irreleváns dolgokról is beszélgettek, már családról elkezd mesélni, főleg az idősebbek, de, de ott erre rá kell szánni az időt. Egy B2B-nél nem titok, hogy hogy egy szállodához bekerültünk egy szerződéssel, azután elhoztam kettőt, és most, most a héten megyek egy negyedikért ott meg, meg volt, hogy mi a problémája a vezetőségnek, és az volt a problémájuk, hogy ők 20 plusz alvállalkozóval dolgoznak. És én elmondtam azt, hogy miket tudunk még megoldani. Meg voltak elégedve a munkánkkal, és akkor azt mondtam, hogy ha lejár az a szerződés, mi tudunk arra ajánlatot adni. És akkor itt szépen elkezdtem beépülni és megoldani, mert mondom, egy kapcsolattartó, és szóltok, küldöm a megfelelő részletnek a vezetőjét. Ilyen volt az, hogy szétvártak egy szobát, én másik héten már küldtem a kartonosokat, festőket, és megcsinálták egy hét alatt. És hogy, hogy ott egy, egy teljesen más probléma kör volt, és szerintem ezeket kell elsődlegesen felmérni, hogy, hogy hol tudsz igazából maradjunk akkor az értéknél, értéket adni nekik. Hogy vetted ezeket észre, hogy vannak még további igényeik? Bent voltam, csak szétnéztem. Például, ha egy általános karbantartásról beszélgettek, akkor csak megígyeztem, már egy hete is ki volt égve az a villanykörte. körte. Tehát, hogy, 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 így rávezettem őket, és hogy, hogy ezzel nem foglalkozik senki, és akkor, én mondom, ha jönnek a fiúk, akkor szívesen kicserélik. Mi okat mondott az Ati arra, hogy beszélteti a vevőt, szerintem, most akármelyik szegmesről B2B vagy B2C legyen szó, de főleg B2B dolgozol, és én is. És nekem egy ilyen, rögtön így bekapcsolt egy gondolat, amikor az Ati ezt mondta, hogy kíváncsi vagyok, hogy ez nálad is ismerőse, hogyha ha azt látom, hogy egy, jön egy ajánlatkérés, és nem akar beszélni az ügyfél nagyon, tehát minimális információt ad át, nem nagyon lehet beszéltetni, látod, hogy, hogy nem akar időt szánni erre az egészre, akkor én rögtön tudom, hogy tíz helyre kiküldi az ajánlatkérését, és ez egyszerűen egy ilyen árkérdés lesz nála, és addig nem akar energiát investálni abba, hogy, 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 hogy megismerjen engem, hogy kialakítsunk valamilyen közös nézőpontot. Tehát nem akar ebbe beleállni, hanem egyszerűen le akar tenni az asztalra mondjuk a főnökének tíz ajánlatot. Mit csinálsz ilyenkor? Ugye, amire próbálsz most menni, tehát amilyen irányba próbálsz most menni, az alapvetően a bizalom kérdése. Tehát én azt gondolom, hogy azokkal az ügyfelekkel tudsz jól kijönni, ahol van egy bizalmi kapcsolat. És akkor visszatérnék egy picit az Attinak a, a témájához. Ha látod a nyugdíjas házaspárt, van alapvetően egy hűtés-hűtés problémája, meg akarja oldani, nem akar fával tüzelni, fél a gáztól, minden jön majd, ami mostanában jön. Putyin háború, Covid, Soros Igen. György, tehát minden támad, ami, ami kin van a környezetben. Ilyenkor ugye ezt a bizalmat te fölépítetted valahogy. Nem mentél oda hozzá, hogy Hát akkor ide most kettő darab, nem tudom, hogy 20 kilovattos Daikin klíma kell biztosan Igen. szobánként, és kezdted el ráerőltetni a, a fölösleges műszaki tartalmat, hanem alapvetően azáltal, hogy te beszélteted az ügyfelet, azáltal kiszedett belőle, hogy neki alapvetően mi a, a, szükséglete. És szerintem az értékesítés baromi nagy felelősséggel jár, ugyanis neked a felelősséged az, hogy a terméked és szolgáltatásod alapvetően megoldja a másik oldalon azt a problémakört, amivel téged megkerestek. És itt mindig kérdés, hogy te fölélősze vagy alálősze, tehát mondjuk eladsz olyat, amit tudod, hogy nem fog működni, vagy ö, több olyan dolgot adsz el, amire tudod, hogy a másik félnek nincsen szüksége, vagy pedig megtalálod azt a határmesdjét, ahol alapvetően a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad, tehát igazából kielégíted az igényét, és ö, mondjuk a vágyait, kezeled. És nem biztos, hogy a vágyait pluszba el kell adni, van, akinek el kell adni, tehát vannak azok az ügyfelek, mondjuk ez jellemzően a főső 10 -a, aki azt mondja, hogy én a legjobbat akarom, adjátok nekem ide mindent, amiből a, a non plusz ultra van. Ez kisebbik százalékra igaz, de itt, hogyha felépítetted a bizalmat, akkor azt igazából szerintem azzal tudod megtartani, hogyha valójában te megérted, hogy a másik félnek mire van szükség, és azt adod el neki. És ez már egy ilyen technikai kérdés, hogy persze ilyenkor csomószor ellenállásba ütközöl, stb., de etikai kérdés, hogy eladsz -e olyat, amire nincsen szüksége a másik félnek, vagy pedig, vagy pedig te rávezeted arra, hogy erre van szüksége, akár azáltal is, hogy elbukod ezt az üzletet. Na, addig kérdésére is válaszoljak. Ugye alapvetően, hogyha megkeres egy olyan Ügyfél, egy olyan ajánlatkérés elérkezik hozzád, amiben nem személyesen téged keresnek meg, hanem látod, hogy Ctrl-C, Ctrl-V-vel az első eh, 10 Google találatra, akkor, akkor ott felmerül az, hogy ki az, aki kéri az ajánlatot. Nem biztos, hogy ez egy rossz eh, fázis ilyenkor, mert alapvetően, amikor te kapcsolatba kerülsz egy eh, ilyen leaddel, akkor van lehetőséget szűrni. Tehát ugye neked is meg kell bizonyosodjál arról, hogy e, neked jó-e az ügyfél, passzol-e hozzád, passzol-e a termékkörödhöz, meg tudod-e oldani neki. E, lehet, hogy olyan árszegmensben gondolkozik, ami teljesen kívülálló igazából e, azokhoz a, a helyekhez képest, mint ahova ő beküldte az ajánlat kérését. Lehet, hogy ő el akarja végezni a feladatát. Tehát azt mondta a főnököm, küldjem el tíz helyre, szerezzek tíz ajánlatot hogy mi alapján fog dönteni, nem tudom, nem az én dolgom, majd a főnököm eldönti. Ez a történetnek az egyik fele. Aztán, hogyha előrébb megyünk, akkor ugye vannak nagyon nehéz szituációk, találkozunk azzal, hogy ahogy az értékesítés kiépült, azzal az ellenpárban megjelent, ugye a, a duális szinten neki az ellenpárja, az pedig a beszerzés. Mm -hmm, igen, ugye ez egy nagyon, igen. Szép, nagyon szép páros, és ilyenkor az van, hogy hát amikor az elmozdíthatatlan uh, szikla találkozik a végtelen erővel egy koordináta rendszerben, ott az orognak a dolgok keményen, és ilyenkor meg kell érteni azt, hogy mi van a másik oldalon, és azt gondolom, hogy, hogy sajnos ezek tudnak vesztes-vesztes játszmákat kialakítani, ugyanis te sem tudod jobban megérteni az ügyfelet, mert én azt gondolom, hogy alapvetően az emberek jó szándékúak, és amikor valaki egy problémával fordul hozzám, akkor igyekszem a lehető legjobb tudásom szerint a legjobb megoldást adni az ő problémájára. Ugye egy beszerzési rendszer, amikor kiépül, ő pedig pontosan érti ő szerint az ő problémáját, és ő le akar szedni minden sallangot az interfészről. Tehát neki kell egy műszaki tartalom, meg kell egy ár. És amikor eddig redukáljuk ezt az egészet, csomószor kiöntjük igazából ezt a gyereket a vízzel mert mert nem tud kiépülni az a fajta bizalom, hogy esetleg valaki szakértő el tudja őt vezetni oda, amire valójában szüksége van. És ilyenkor történnek beszerzések, főleg ilyen nagy korporét szinten, ezekkel szerintem olyan végtelen sok teendő nincsen. Tehát eh, ott meg leírják egészen pontosan, hogy mire van szükség, arra pontosan meg adnod kell egy ajánlatot, és itt igazából te nem tudsz kitűnni az hmm. ajánlatadók között. Hmm. És amikor meg keres valaki, akit látod, hogy, hogy Ctrl-C, Ctrl-V-vel beküldte ugyanazokat az ajánlatkéréseket hozzád, akkor, akkor meg kell próbálnod igazából kitűnni az ajánlatadók közül. Én jellemzően itt behoznám a, a cserének a fogalmát, ugyanis a csere az, ami, ami ilyenkor zajlik a felek között. Tehát amikor elindul egy kapcsolatfelvétel, meg elindul egy kapcsolat, akkor ugye a csere... Lesz az, ami alapján eldöntjük, hogy nekünk ez egy előnyös vagy egy hátrányos együttműködés volt. Ugye én veszek valamit, tehát adok érte pénzt, és cserébe kapok valamit, valamilyen problémámat megoldják, esetleg még látás problémáimat is megoldják. És cserénél van olyan, hogy alulműködő csere, tehát amikor alapvetően mondjuk én kértem valamit, és mondjuk nem elégítették ki egyáltalán, van olyan, hogy win-win helyzet van, tehát amikor igazából megkaptam, amiért fizettem, és van olyan, hogy bőséges csere. És itt, amikor bőséges csere történik, akkor azt érezzük, hogy többet kaptunk, mint, a, mint amennyit fizettünk. Tehát ilyenkor jól érezzük magunkat. És De szer erre kell hajtani értékesítőként, szerinted? Sz szerintem értékesítőként erre kell hajtani, és úgy kell összerakni igazából az egész működésedet, hogy mindig adj többet mindig adj többet, mint amit várnak tőled, meg ami a kötelező minimum. Tehát amikor kérnek egy ajánlatot, mondjuk tegyük fel a, a az atéktól, akkor ő megcsinálhatja azt, hogy egy ilyen egyszerű vállalatirányítási rendszerből egy Windows 95-ös kinézetű felületről kiküld, kiküld egy ajánlatot, három klíma, egy beszerelés, ez viszont látásra. Vagy megteheti azt, hogy fölveszi a kapcsolatot, Kér egy helyszíni felmérést, időpontot, felméri, csinál egy egy kis alaprajzot, elmondja, hogy hogy ott milyen szükségek vannak a, a, a vevői oldalon, arra kidolgoz egy megoldást, elmondja, hogy mit ajánl, hogy miért ajánl. Tehát ugye alapvetően abban nem gondolunk bele, hogy a, a, mi vagyunk a szakértője a területünknek, a másik fél nem szakértője a területnek. Tehát ő meg akarja oldani a problémáját, ő honnan. Honnan tudhatná, hogy mi az, hogy split klíma, mi az, hogy hűtő-fűtő, hol vannak ennek a bemenetei-kimenetei, mi a rendszerelem, tehát neki ezt nem is kell tudnia, tehát az, hogy, hogy nem tudom. Abszolút, ezzel, ezzel félig egyetértek. Ne, ne, neked nyilván más, nektek nyilván más, mert a B2B nagy projektek, ott van ott elbírja a, az ár és az, hogy te skiczeket rajzoljál, megcsináld. De mondjuk meg egy, mennyi egy, igényt felmérni. Igen, igen, igen. igen. A, alapvetően, hogyha egy, egy B2C-s lakossági klímát nézzünk, ott ö, én a bizalmat nem úgy szoktam építeni, hanem ők is kérdezik, hogy igényfelmérés, kimegyünk helyszínre, meg ilyenek. És mondtam nekem, nézd, de őszinte leszek, évente 800-500 ezer klímát telepítünk, itt már adok egy hitelességet, hogy sok klímát telepítünk, Ö, amennyiben ezt most nem tudjuk átbeszélni, és nem értem meg, hogy, hogy önnek pontosan mire van szüksége, akkor szakmai lenne bármit is állítani, akkor az, az a javaslatom, hogy egy online felmérést csináljunk, WhatsApp, Messenger, bármilyen social csatornán egy videós felmérés, mert az ingyen van, sajnos nekünk sincs ingyen az üzemanyag, ahhoz, hogy kimenjünk helyszínre, ezért kiszállási díjat, meg két embernek az óra bérét ki kellene fizetni. És mi így próbáljuk önöket segíteni, hogy meglegyen a megfelelő szakmai támogatás, és hogy, hogy ne, ne lőjünk mellé. Ez a tánc, én ezt úgy hívjam, hogy ez a tánc, amikor van egy kötél közöttetek az ügyféle, Aha. és amikor te most meghúztad ezt a kötelet egy picit, és vajon az ügyfél ilyenkor meghúzza a kötelet, hogy a ah, te, ah, tudja mit Ati, igaza van, igazából ne, ne e, menjünk költségekbe, nézzük meg, Bácsipón, ő is hajlandó-e megtenni az első Igen. lépést. Ha hajlandó megtenni a lépést, akkor van egy alapvetően feszes kötél közöttetek. E, ez már egy jó alap ahhoz, hogy el tudjál indulni a, a következő lépésre. Uh -huh. És a, kedvencem az az, amikor már egy konkurenciák felmérte, és akkor már ő, ő, csípőből mondja, hogy igen, ott plusz, lesz még egy plusz faláttör, és stb. Mondom, jó, nézze, én bízok a kollégákban, de mondom, én szeretem azt, amit, amit én látok például. És akkor vagy, vagy eljuttunk odáig, hogy mert azok tök jól konvertálnak, ahol már volt igényfelmérés. Tehát azt majdnem mindig elhozzuk, mert nagyon sokan nem ölik bele ezt a plusz energiát, pedig az 20 perc. Tehát, Jó, hogy te azt mondtad, hogy ehhez nem kell feltétlenül kimenni helyszínre, hanem ezt meg tudjátok csinálni, úgyhogy csak beszélgettek, vagy úgy, hogy valamilyen Igen. fajta videós csetelés Igen. van. Nekem itt nagyon fontos volt ez a rész, hogy azt mondod, hogy, hogy ki kell tűnni az ajánlatadók közül. Ez nekem az egyik kedvenc témám, mint az értékesítésben is. Én például arra próbálok ilyenkor figyelni, hogy az, 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 legyen fontos, hogy gyorsan vesszük fel a kapcsolatot. De mondjál ilyen példákat, Léci, hogy te milyen eszközöket, tippeket, technikákat Igen. alkalmazol arra, hogy hogy ki tudjunk tűnni az ajánlatadók közül, mert hogy lehetséges, hogy több helyről kér rá ajánlatot egy, egy ügyfél, és nem egyértelműen biztos, hogy az ár fogja meghatározni a döntését. Itt behoznám a Weizernek a címkézés könyvét, szerintem zseniális, amit, amit leírt ezzel kapcsolatban. Alapvetően, hogyha ha megértjük azt, hogy, hogy, hogy ki az ügyfelünk, neki mi van ott a fejében, akkor megértjük azt, hogy mi alapján címkéz. És Szerintem az értékesítési folyamatban el kell találnod azokat a címkéket, ami az ügyfeled fejében van. És nem kell mindig kitűnni az ajánlatadók között. Tehát lehet, hogy egyszer csak gyorsabban kell küldjél ajánlatot. Lehet, hogy azt kell mondjad, hogy tudja mit, most nem szoktunk ilyet csinálni, de mégis kimegyek helyszíni felmérésre. Ami, ami egy megérzés alapon is jöhet akár. Vagy, vagy megérzed azt, hogy mondjuk ő nem mondott el mindent, és nem tudsz jól, jó megoldást adni ilyenkor, mert nem érted, hogy mi van a másik oldalon. És itt azt mondom, hogy, hogy a címkét azt el kell találnod. Tehát ez az értékesítői feladat, hogy a, az ügyfelet fejében lévő címkét azt eltaláld. És hogyha ezt jól eltalálod, akkor van alapvetően sikeres értékesítés. De az, hogy, hogy én gyorsan hívom fel, az nem biztos, hogy neki egy szempont te nem. ezt mondod ezzel, hanem, hanem lehet, hogy valakinek ez lesz egy szempont, hogy, hogy hú, gyorsan beszéltek velem, gyorsan felhívtak, az azt jelenti, hogy fontos vagyok nekik, ez egy közeg, de lesz valaki, akinek ez meg nem számít. Nagyon a piacottól függ. Tehát nagyon a piacottól függ, én el képzelni olyan, tehát ugye az a terület, ahol én dolgozom, az alapvetően egy mérnöki, műszaki terület, építőipar, különböző ingatlanfejlesztők, végfelhasználók, stb. Itt alapvetően eléggé adja magát a keretrendszer, hogy legyél pontos, legyél precíz, tartsd be azt, amit ígértél, de hogy most azért nem mondok olyan nagy dolgokat, ezek ilyen alapvetések, de mondjuk el tudok képzelni olyan piacot, ahol, ahol fontos az, hogy, hogy te laza legyél. Neked fontos az, hogy mit te golfoz egyet az ja. új, új vevőddel. Vagy de hív meg egy kávéra kajálni, vidd bulizni. Vannak ilyen igen, piacok? Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy itt ezt kell eltalálni, hogy aki hogy, tudja az életet. Igen, régi, régi idők. Igen, de hogy ezt hogyan, hogyan tudod? Oké, okay, hogy érted a piacnak a működését, ez egy, ez egy elkerülhetetlenül fontos dolog, de hogy mondjál itt ilyen példákat, hogy, hogy bárki, aki most ezt hallgatja, az tudjon abból egy ilyen kis eszköztárat csipegetni, aztán majd eldöntik maguknak, hogy az ő piacukon ez releváns -e vagy sem, hogy mik azok a szempontok, amikkel ki lehet tűnni egy ajánlatadásnál. Egyrészt szerintem ezt érdemes úgy kezelni, hogy egy jel nem jel, de minden jel jel. Tehát amikor te ajánlatot adsz, akkor egyik eleme az ajánlatadásnak sem fontosabb a többinél, de van olyan, ami meg fontos fontosabb, mint a, mi, mint, a többi. És hogyha mondok ilyen dolgokat, akkor ugye egy, tehát általában az van, hogy, hogy leredukálják oda, hogy ár. Mi, mi az ára a terméknek? Erre ugye van a klasszikus vicc. Mennyi? 60. Mi 60? Mi mennyi? <laughs> És akkor ugye, ugye ilyenkor bele kell menni abba, hogy, hogy, hogy az egészet egy csomagként értelmezd, aminek a végén van egy ára. És akkor vannak itt alapvetően olyanok, hogy sebesség, mennyire értette meg az ügyfél, tehát mennyire értette meg a vállalkozó azt, hogy én mit szeretnék. Az személyre szabott-e az ajánlat? Személyre szabott -e az ajánlat. Mennyire precíz az ajánlat? Mennyire mm. érzem azt, hogy egy sablon ajánlatot kaptam? Tehát mm. le van generálva valami rendszer. Az, az negatív hatást kell szerinted? is is, ha jó a sablon, akkor tud, jót, tud, jó eredményt elérni, ha nem jó a sablon, akkor meg van egy olyan érzete, hogy mint amit mondtál, hogy beküldenek neked tíz ajánlat, tehát hogy érzed, hogy te vagy a tizedik az ajánlat kérések listáján, érezheti ezt az ügyfél is. Ha megnézzük továbbiakban, ha eltaláltad neki az igényét, jól megírtad az ajánlatot, van benne egy személyes rész, tehát ami nem a sablon, hanem ami arra szól, hogy figyelj, Vetted a fáradtságot, megkerestél engem. Én veszem a fáradtságot, hogy hogy ajánljak neked valamit. Veszem a felelősséget, hogy én azt gondolom, hogy neked ez kell, uh -huh. és ezt leírom, hogy miért. Uh -huh. Vagy elmondom, hogy miért. Uh -huh. Hogyha ha ezt a felelősséget te magadnál tartod, akkor ezt érzik a másik oldalom. És akkor ilyenkor van még olyan, hogy műszaki tartalom, van olyan, hogy szerződéses feltételek, kivitelezési határidő, és a legvégén van az ár. És azt gondolom, hogy ez az árkérdés az a legtöbbször túl van dimenzionálva, mert azt szokták mondani, hogy én a legjobb árérték arányú valamit szeretném megkapni. Igen, az um, nagyon szép mondat. Ez nagyon szép mondat, legtöbbször nincsen semmi mögötte, és itt a cserefogalmánál, hogyha ha megértjük, hogy mi az, hogy árérték arány, akkor alapvetően itt az, hogy valaminek mi az értéke, az az értékesítőtől függ, hogy mire építi fel azt az értéket. És hogyha ezt eltalálod, akkor mondhatsz mellé árat. Itt a kulcs szerintem az az, hogy ez a bőséges cserébe billenjen el a végén. Egyébként, ha már Weizert így, így behoztad a jó elő, én például a b 2 c a klímákat úgy szoktam kiküldeni, hogy amit el akarok adni, mellé rakok, általában két klímáról beszélgetek velük, és mindig mellé rakok egy harmadikat. A Fantom. A Fantom termék, igen. Mármint a drágábbat teszed hozzá, ugye? Hát a probléma a középemen. Nem, ugye? ugye a tiéd. Ott arról szól, hogy van egy termék, amit el akarsz adni, van egy kicsivel olcsóbb, meg van egy nagyon drága termék. És én a főbb jellemzőket mindig leírom a klímára, négy-öt jellemzőt, és akkor ezeket úgy állítom össze, hogy, hogy amit, amit el akarok neki adni, biztos, hogy azt válaszol, hogy elolvassa a főbb jellemzőket. Mert azokat az jellemzőket emelhet ki, amik az ő problémájára vonatkoznak? Igen, választ. Meg, meg az egy kicsivel másabbak, uh -huh. és akkor, és a, de, de igen. De egyébként Weiser, akkor láttam, hogy nagy Weiser van vagy. Hát alapvetően olvastam a könyveit, uh -huh. és, és, azt gondolom, hogy hiánypótló. Tehát az hogy, az, hogy ezt valaki leírta, és van lehetőség igazából egy generációnak ezt elkezdeni használni tudatosan, szerintem zseniális. Uh -huh. Jó, tehát beszéltünk egy pár szempontról, ami, ami fontosabb, hogy kitudjunk az ajánlatadások közül. Mennyire számít ilyen kitűnés szemszögéből nézve a follow-up, hogy lekövetjük-e az ügyfelet szerinted, illetve az, hogy egyáltalán, hogy de most a follow-up alatt értem azt is, hogy akár másnap felhívni, hogy tetszett -e az ajánlat, ha kicsit eltűnik, akkor egy héttel később, egy hónappal később is. Mert nekem az az üzenete ennek, hogy fontos nekünk a vevő, tehát akarjuk ezt a projektet, de közben meg tűnhet úgy is, hogy könyörgünk a pénzért, tehát hogy, hogy hol van az a, az a, pont, szerinted, amikor ez pozitívumként jelenik meg egy, egy ajánlat kérőnek a fejében, hogy te leköveted őt. Ez egy tánc. Itt, ha nagyon rálépkedsz a másik lábára, meg nem találod el az ütemet, akkor, akkor az egésznek lesz egy ilyen izzadságszaga. És amit mondott a, a, az Ati, hogy ne legyen az egész egy ilyen pusolt, kényszeredett valamilyen kapcsolódás, azt szerintem nagyon fontos. Tehát, hogyha ha mondjuk én azt szoktam csinálni, hogy amikor elküldtem az ajánlatot, akkor fölhívom mondjuk egy nap múlva, hogy Szia, elküldtem, ahogy megbeszéltük, megkapta-e? Uh -huh. Hogyha visszaigazolják, hogy megkapta, akkor megkérdezem azt, hogy mikor beszéljünk erről legközelebb. Tehát mikor fogja feldolgozni, és mikor lesz olyan állapotban, hogy tudjunk erről beszélni, hogy én vajon eltaláltam-e. És szerintem, hogy a follow-up fontos-e, szerintem rettenetesen fontos. Meg kell bizonyosodjak arról, hogy amit küldtem, az célba érte a szándék szerint tehát eltaláltam az igényt, megfelelő áron van-e, stb. érti -e? érti -e? Értie. Értie. és és hogyha nem érti, akkor erre időpontot kell egyeztetni, és el kell magyarázni, hogy mi van benne, ahhoz, hogy tudjon egy teljes döntést hozni. Tehát a felelősséget utána át kell tenni a másik oldalra, hogy felelősség teljes döntést tudjon valaki hozni. És igazából itt van az a, az, az, állapot, amikor még van beleszólásunk ebbe a játékba. Tehát, hogyha ha a másik elmondja a döntési szempontjait, ugye ez értékesítőként ahhoz, hogy nyerjél egy üzletet, igazából értened kell, hogy mi van a másik oldalon, és hogy a másik fél, hogyha elmondta a döntési szempontjait, akkor nyilván neked fontos az, hogy, hogy amíg van erre lehetőséged, befolyásold ezt a döntést, és ezt a befolyásolást, ezt nem egy ilyen manipulatív valaminek gondolom, hanem, hanem csomószor neked van egy objektívebb rálátásod a saját piacodra, mint egy ügyfélnek, ugyanis sokkal több mintát láttál, sokkal több ügyféllel találkoztál, sokkal több helyzetben voltál benne, és kell, hogy legyen egy ilyen józan paraszt észnek benned, hogy mire van szüksége az ügyfélnek. És ilyenkor szerintem van, amikor terelgetni kell, hogy figyelj, értem, hogy, hogy azt akarod, szerintem elég lesz a kisebb, viszont ebből, meg ezt szerintem alul kalkulálod, tehát ebből a, a nagyobb kell, én megajánlottam neked azt, amit te kértél, de fontold meg, hogy lépsz -e például följebb. És ebbe az időbe, hogyha ha te jól megérted az ügyfelet, jól kiszeded a döntés, döntésének a körülményeit, tehát megérted belülről, hogy mi van, tehát rálátsz a címkéire, akkor van az, amikor, amikor el tud kezdeni ez a, ez a az egész folyamat közeledni egy lezárás felé, és a lezárásnál neked az lesz nagyon fontos, hogy pontosan beletrafálja abba, a, ami az ő címkefürtje volt. Wow, <laughs> oké, okay. lezárást így hirtelen behoztad, úgyhogy akkor szerintem egy kicsit beszéljünk is erről. Hát ott voltunk, hogy adtunk árajánlatot, lekövettünk, uh, um, nyilván ez egy olyan végtelenül nagy téma, hogy, hogy megéri erről egy, egy hosszú képzést is csinálni, ami a BB próbán lesz, de hogy most próbálunk mindent érinteni. Akarok még beszélni mindenképp az értékesítési csapatnak a kialakításáról is, az árkérdéséről is, de úgy, akkor most a lezárást még egy kicsit vegyük előrébb. Tehát ott vagyunk, hogy. Ö, ö, bocsánat, úgy kérdezem, hogy hol kezdődik el a lezárás igazából? Szerintem a lezárás az folyamatosan tart. Aha. Tehát Aha. A, a lezárásnak hívjuk ugye a, az üzletkötést? és nem gondolom azt, hogy a lezárás az a pillanat, amikor két ember egymással kezet fog, szemükben néznek, és akkor milyen azt mondják, hogy akkor most megegyeztünk. Uh -huh. ez, a, ez a pont igazából a mondatnak a vége. A lezárás az folyamatosan történik, és hogyha jól csinálod ezt, akkor, le, akkor ebből az egészből egy ilyen jó érzésű beszélgetés lesz. Ugye egy picit még visszamennék itt a, a follow-up részhez, mert hogy, hogy szerintem már amikor elkezded lekövetni az ügyfeledet, amikor már elkezdesz lekövetni egy kint lévő ajánlatodat, akkor már elindul a lezárás. Akkor már elindulnak azok a döntési szempontoknak a lefektetése, hogy, hogy, hogy mi alapján fogják eldönteni ezt, az ügy, ezt a projektet. És az, hogy ne legyél ilyenkor pusi, az, hogy ilyenkor nem, nem ennyi az ügyfeled, ügyfelednek az agyára, az, hogy megtaláld azt a, azt a mesdjét, amikor még keresed, amikor még tudsz neki segíteni, de nem vagy nagyon erőszakos, nem vagy nagyon pusi, nem zárkózik be a másik fél. Tehát ez egy, hogy mondjam, ez egy művészet szerintem. És hogyha ha ezt jó apropokkal csinálod, akkor, akkor szerintem rendben van és a másik fél azt érezze, hogy törődsz vele, mm. hogy fontos neked, hogy, hogy azért hívod, mert te valóban komolyan vetted azt a feladatot, hogy azt a problémát te most meg fogod itt oldani, és biztosra mész abba, hogy ő minden eh, információval rendelkezik e a döntéshez. Mm. És akkor itt, a, ha lezáráshoz hozzákötöm ezt az egészet, akkor menet közben igazából ezek már vannak, tehát most itt a technikai részében nem biztos, hogy belemennék, mert mert erre szerintem végtelen rendszer van. Itt a szerintem az etikai rész az fontos, fontos az, hogy, hogy, ha a szándék jó mögötted, akkor segítsél abba, hogy ez a lezárás minél gyorsabban részre tudjon jönni, hogyha te biztos vagy abba, hogy te vagy a megoldás arra a problémára és ellenkező esetben pedig e, valamilyen manipulatív eszközökkel ne próbáld meg úgy lezárni az üzletet, hogy, hogy igazából te gyereki nyertesként, úgy, úgy, hogy a másik fél veszít. Ugyanis ez hosszú távon mindig egy társas játék, és amit beleraksz hosszú távon, az mindig visszajön hosszú távon. Hát meg a b 2 oldalon meg szerintem fontos az, hogy ö, ö, milyen lelki állapotban kapod el. Például én visszahívásval nem csinálok reggel. Mert reggel rohannak az emberek. Soha nem csinálok. Ez érdekes. Hétfőn meg pénteken nem csinálok visszahívásokat. Mert hétfőn még hétfő van mindenkinek szalad a hét, ugye, pénteken meg már hétvégébe érzi magát, és reggel nem, hanem, hanem, ebéd után, mikor már jól vannak lakva az emberek, és, és, délután, mikor van idejük, mondjuk én 5-6 óra akkor is, én, én, imádok akkor hívni, mert akkor nem az van, hogy le akar rázni, le akarja tudni a dolgokat. Am amúgy ez is szerintem feladatod, hogy, hogy megérzed azt, hogy az ügyfelednek mikor jó, amikor te beszélsz vele. Tehát nekem van olyan eh, nagy generál kivitelezőnek a feje, akit csak reggel 8 és 9 között tudsz eh, ah, hívni, azt, mond, azt mondja, hogy hív 8.30-ig, hogyha 8.31-kor hívod, akkor elszállt a lehetőség. Tehát ez nem tőled függ, hanem ez a másik féltől függ, és szerintem ez eh, elvárja tőled azt, hogy te rugalmasan alkalmazkodjál a másik Abszolv. felőhez. Tehát a lezárásról, hogyha egy picit még beszélgetünk, akkor itt azt gondolom, hogy meg kell értened a másik felet, Azokat a döntési szempontokat, és aztán erre egy megnyugtató választ kell adjál a saját oldaladról. És amikor megvannak ezek a megnyugtató válaszok, akkor ezt nyugtáznod kell az ügyfélben, hogy ez megtörtént, tehát hogy te megoldás vagy az ő problémájára. És a lezárás szerintem erről szól, hogy volt egy probléma, itt van egy megoldás a részedről, és vard el ezeket a szálakat az ügyfelet fejében, hogy ez is pipa, ez is pipa, ez is pipa, és akkor a végén a mosolygós készfogás, akkor ez meg egy természetes kör lesz, és én azokat a lezárásokat szeretem a legjobban, amikor, amikor menet közben igazából ezeket a, a szállakat elvarrom, és a vége az már egy ilyen természetes folyamat, hogy, hogy nem tudta elképzelni, hogy, hogy ő mást fog dönteni, De mint ilyen. az, hogy ti együtt működtök. Ez nagyon tetszik, hogy, hogy most csatoltál vissza az egész folyamat legelejére, amikor megértetted a problémáját, az igényét, a, hogy, hogy a lezárásban újra előhozod ezeket a pontokat, hogy te ezt kérted, ez volt a probléma, de ezt akartad megoldani, ezt, ezt meg fogja így oldani, ez úgy oldja meg, az meg, annak meg az lesz a következménye. És hogy, hogy mint hogyha így befejeznéd, becsomagolnád valójában az ajándékot. Így van. Tehát te egy, volt egy felkérés az elején, volt a tánc, meg van a leköszönés, és azt mondom, hogy, hogy ezt nagyon tudatosan kell csinálni, ha te az elején jól megértetted, akkor a lezárás az folyamatos, folyamatos menet közben. Tehát, amint megértettél valamit, akkor tudtára kell adnod a másik főnek, hogy én értelek, látlak, fölvállalom a felelősséget azért a megoldásért, amit én adok, és lehúzhatod a listádról, és igazából ez megint visszamegy egy picit a bizalomnak a kérdésére, hogy a menet közben. Ki tudtam-e alakítani a bizalmat? Vagyok -e olyan pozícióban, hogy az ügyfő megbízik bennem, értem-e minden egyes részletét az ő gondolkodásmódjának, keretrendszerének? Van olyan, hogy hogy nyilván itt, hogyha most technikailag elkezdünk belemenni, akkor van ugye cukorka, meg ostor, amit, tehát tudsz a félelmeket kezelni, van kifogáskezelés benne, van, amikor jutalmaz, jutalmaznod kell a, a, a másik felet ebben de ez mindig azt mondom, hogy az ügyféltől függ, és attól függ, hogy ő milyen szinten van. Tehát itt egy kicsit visszamennék oda, hogy, hogy a, tehát amilyen az értékesítő, olyan az ügyfele, szoktam mondani a, a kollégáknak, ugye azt hiszem Weiser mondás volt, hogy amilyen a paraszt, olyan a krumplia, ugye a piacon, hogy ha az árus kicsit szét van esve, meg hiányoznak fogai, akkor valószínűleg a krumpliása a legfrissebb. És hogy, hogy úgy tudsz jobban lezárni szerintem, hogy jobban érted magadat, jobban érted az ügyfeledet, jobban megoldod a problémáját, magasabb szintre kerülsz, magasabb szintű ügyfeleid vannak, és hogyha ez az egész egy ilyen tudatos láncolatban van fölépítve, akkor a lezárás a végén nem a végén történik, hanem ez menet közben történik. Kicsit ezzel azt is mondod, hogy igazából a, az értékesítő is maga az értékesít, és vagy az értékesített termék valahol azt érzem ebből hogy hogy amikor hogy azt mondod, hogy olyan az olyan, a, olyan az ügyfel, mint az értékesítő és fordítva akkor valójában a vevő nem csak a szolgáltatást vagy a terméket veszi meg hanem az értékesítési folyamatot is és a hozzá kapott embert is ugye Persze de a a vevők nem tudnak kapcsolódni termékekhez. Ja. Tehát teljesen szürreális, hogy én egy dyking klímához kapcsolódjak. Nem? <laughs> De ellenben, hogyha fölhív valaki, és tudja az, hogy nekem milyen igényem van, és ő emberileg olyan, akivel megtalálom a közös hullámhoz, akkor akkor azzal tudok kapcsolódni. És itt talán azt mondom, hogy az értékesítés, meg az értékesítő az egy olyan személyiségnek kell legyen, aki alapvetően minden más személyiséggel tud együttműködni, van, amikor tud irányítani, és van, amikor tud figyelni. Mm. És itt a, itt, a művészet szerintem az az, hogy a figyelmedet hol bentre helyezed magadba, hol helyezed középre, hogy föntről tudj nézni egy folyamatot, és hol át tudod helyezni az ügyfeledre is azt a figyelmet, neked nagyon jól kell tudnod ezen a csúszkán tologatni, mert ha nagyon magadra figyelsz, akkor nem fogod meghallani azt, ami a másik oldalon van, hogyha nagyon az ügyfélre figyelsz, akkor igazából a saját szempontjaidat nem fogod jól látni, az ugyanúgy nem lesz egy jó csere, tehát nem lesz egy win-win helyzet a végén, és hogyha nagyon középre uh, mész a folyamatban, akkor meg lehet, hogy egy kicsit lelketlen lesz. Mihez le is döntött kicsit azt a mítoszt, amit ami az elején is beszéltünk, hogy az értékesítő az, aki minden falat áttör, és uh, megy, és mint egy buldag uh, rácsózza a terméket, mert akkor igazából nem volt ő ebben valószínűleg olyan empatikus, nem annyira értette meg, vagy nem figyelt a másikra. És amit te mondasz, ez sokkal finomabb egy ilyen, ilyen rezgés alapú dolog, hogy, hogy együtt rezegni a másikkal, jól megérteni a, az ő igényeit. És amit mondtál, szerintem az volt a kulcs, hogy, hogy az a jó értékesítő, aki mindenkihez tud csatlakozni. Ezt először hallottam, de ez így nagyon tetszik. Ez azt is mutatja, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon komoly kommunikációs készségeket, meg, meg önismeretet és emberismeretet igénylő játszma, amit ugye egyébként sokan, sokan kényszerből csinálunk, tehát sok cégvezető kényszerből értékesítő, mert még nem találta meg a jobb megoldást arra, hogy, hogy, hogy ezt kiszervezze. Mások meg mondjuk azért választják ezt a szakmát, mert kell egy meló nekik, és nem feltétlenül azért, mert hogy, hogy, hogy ezt egy ilyen, ilyen, nem tudom, hivatásnak érzik. Beszéljünk egy kicsit egy másik területről. Ugye most nagyon nagy részt arról beszéltünk, hogy bejön egy árajánlat kérés, de nem beszéltünk arról, hogy van, amikor te kutatod ki, mint a vaddisznó a gombát, az avar alatt a, a, a lideket. Tehát, hogy ugye van az a verzió, amikor amikor nem csak reagálsz, azaz reaktív üzemmódban vagy, hanem vadászó üzemmódban vagy, proaktívan megkeresed magadnak az ügy, ügyfeledet. Mit tudsz erről a két dologról így mesélni nekünk? Ugye behoztad ezt a proaktív értékesítést, mint kifejezést, ugye itt alapvetően megkülönböztetjük a proaktív meg a reaktív értékesítést, tehát a proaktív az, amikor alapvetően a szélsz megy a munkák után, a reaktív pedig az, amikor lekövetjük a bejövő megkereséseket, nagyon egyszerűen megfogalmazva. Ha a proaktív értékesítést megnézem egy kicsit másik oldalról, én nem szeretnék erre standard választ adni, mert akkor most legtöbben azt gondolják, hogy akkor hideghívás, végig hívom a listámat, ledarálom meg, megtalálom benne azt a százalékot, ami működik, és aztán utána mindenki boldog. De, de itt alapvetően a kontrollt hoznám be ebbe az egész kérdéskörbe, hogy amíg én reaktív üzemmódban vagyok, addig addig igazából a kontroll az rajtam kívül van. Tehát, hogy mennyi megkeresés érkezik hozzám, ez attól függ, hogy milyen volt előtte az igényfelkeltés, tehát milyen volt előtte a marketing, milyen éppen a piac, mennyi igény van kint a piacon, és ettől függök. Tehát itt igazából a kontrollja az üzletemnek nem az én kezemben van. Vagy lehet az én kezemben akkor, hogyha a marketingem baromira erős és jön be mindig folyamatosan annyi érdeklődés, amire nekem szükségem van, és amiből alapvetően a, mondjuk úgy az értékesítőim tudnak válogatni. Ha átmenjünk a proaktív értékesítésre, akkor pedig a, alapvetően a kontroll kerül hozzám, és én látom azt, megdolgozom a piacomat, megismerem a piacomat, én látom azt, hogy, hogy mit kell tegyek ahhoz, hogy azt a célt elérjem, amit, amit szeretnék. És itt azt mondanám, hogy a proaktív értékesítés az egy hosszabb távú folyamat. Tehát itt alapvetően beszélgetünk termékekről, termékkörökről, ügyfélkörökről, helyszínekről, nagyon sok szempontból tudjuk szeparálni ezt a, a, azt a területet, ahol mi ugye értékesítünk, és utána megdolgozzuk ezt a piacot valamilyen szempontrendszer alapján. És itt nagyon fontos szerintem ebbe a tervezés, tehát egyrészt kitűzni a helyes célokat, utána erre stratégiát állítani, hogyha van egy helyes és jó alapokra épült stratégiám, ami általában úgy működik, hogy ugye kizárom az összes többi stratégiát, ami alapvetően nem effektívnek gondolok arra a piacra, akkor utána ebből tervezek, és hogyha van egy tervem, hogy én mi alapján fogom ezt a piacot megdolgozni, abból a végén kiesnek majd a feladatok, és hogyha a proaktívra gondolunk, akkor alapvetően ez azért proaktív, mert itt én a saját céljaim mentén fogom feldolgozni a piacomat, és ilyenkor van hatásom arra, hogy ezt az egészet én kontrolláljam. Uh -huh. Mit jelent a megdolgozás? A megdolgozás azt jelenti, hogy amit mondtam a különböző szempontok alapján, hogy fölmérjük a piacunkat, és utána az adott területet megértsük, és tudjuk azt, hogy hogy állunk az adott területen. Tehát mondom, mondok ilyet, hogy van bizonyos létesítmény jelleg, ahol van bizonyos piaci lefedettségünk, és akkor először meg kell tudnunk, hogy mekkora a piac. Ugye? Nem, mondjuk, nem, nem, nem mondja a Google, hogy mekkora a klímás piac. Mekkora a klímás piac mondjuk a, a plázákban, mekkora a klímás piac, amit mondtál ugye a hotelekbe, mekkora a lakossági klímás piac? ezeket nem feltétlen tudod, de úgy vannak satszaid És aztán utána megérted azt, hogy, hogy itt az értékláncban milyen cégekből mennyi szerepel, tehát megérted, hogy milyen jellegű cégek vesznek ebben részt, és aztán utána erre kidolgozol egy stratégiát. Hát meg megvannak a piacnak a sajátosságai. Tehát hogy szerintem ez inkább valami olyasmi, mint a sakk, ugye az a játék, amit visszafele kell megtanulnod, visszafele lépkedsz. És, és hogy én ezt a proaktívat is úgy tudom elképzelni, hogy így, ahogy mondtad, hogy van egy piac, azt megismered, ától átlátod, te elhelyezed magadat, hogy ebben hol vagy, és visszafele elkezdesz lépkedni, és amik, még oda nem érsz, ahol vagy, és akkor tudod, hogy milyen lépések kellenek előre, tehát visszafele tervezel. Nagy, nagyon jó hoztad be ezt a, a, a dolgot, ugye ez alapvetően mindig úgy néz ki, amikor a célstratégia terv feladat négy szögben gondolkozol, akkor meghatározod a célokat, ami mindig világos és egyértelmű, tehát pontosan tudod, hogy ez egy mérhető dolog, időben meghatározható e, reális. E, Reális dolgokról beszélgetünk, akkor utána kiválasztasz hozzá egy stratégiát, ami mentén te ezt meg fogod valósítani, és mindig fölteszed a kérdést, hogy mi kell ehhez. Mi kell ehhez? Tehát mi kell ahhoz, hogy én le tudjam kutatni ezt a piaci szegmást? Mondjuk kell lista, oké. Okay. Mi kell ahhoz? Kell adatbázis. Milyen adatbázisok vannak? Akkor föl kell mérned az adatbázisokat. Van egy csomó ilyen építőipari, van csomó olyan adatbázis, ami, ami fizetős akkor utána mehetsz tovább. Oké, okay, megvan az adatbázis, akkor még mindig leszeretném követni ezt a dolgot. Mi kell ehhez? Akkor az adatbázisból le kell gyűjtened valamilyen szempontrendszer alapján a cégeket, projekteket, ügyfeleket. És hogyha ez mind megvan, akkor utána ezt tudod feladatszinten elvégezni. És amikor ezt az egész folyamatot a végén feladatszinten elvégzed, lényegében ekkor beszélgetünk arról, hogy te proaktívan, proaktívan dolgozol. Miért? Mert nem reaktív üzemmódban vagy, vagyis éppen a bejövő megkeresésre reagálsz, hanem átfordítottad a, az egész működésedet a mostani pillanattól kezdve előre. Tehát a végén a feladatokat beteszed a naptáradba, és elvégzed. És ekkor van az, amikor átállt egy proaktív értékesítésbe az értékesítő, ekkor van az, amikor a piacát elkezdi tudni kontrollálni, megismerni, feldolgozni, és akkor a vége mindig van egy mondás, hogy ekkor a piac, ekkor a részesedésem van benne, az ilyen típusú projekteknél vagyok jó, az ilyeneknél nem vagyok jó. Ez a terület mondjuk hiányzik e, nekünk valami miatt. Értsük meg, hogy mi miatt. Ha nem ismerem a piacomat, nem fogom tudni azt, hogy mi alapján lesz sikeres a cégem. Mi mm. például ezért vettünk fel villanyszerelőt, mert sok olyan projektet buktunk, ahol kellett volna villanyszerelő is. Mert például nem volt elég amper. Csak most hoztam egy példát. Tehát akkor, amikor lekutattad az egész cégedet, akkor jön igazából az a munka, ami maga az értékesítésnek a a, a, a terep része, a, amikor mész. De hogy erről beszéljünk egy kicsit, hogy megvan a listád, megvannak a célok, van hozzá a stratégia, van egy terved, megvannak a feladatok hozzá. Ezekről a feladatokról beszéljünk egy kicsit. Milyen feladatok jelentnek ilyenkor bármilyen piacon? értékesítőként? Hát alapvetően ez a klasszikus értékesítés, tehát azt mondom, hogy amikor az értékesítésre gondol valaki, akkor jellemzően ezt gondolja. Ugye alapvetően itt vannak hideg megkeresések, amikor listával dolgozol, megkeresed rajta az ügyfeleket, kiszöröd a listából, hogy kinek vagy releváns, kinek nem vagy releváns. Akkor vannak ugye ebből a Gondolatmenetből, hogyha megyek tovább, akkor személyes találkozások, amikor te prezentálsz, prezentálod a megoldásodat. Ugye ez kezd egy kicsit nehezebb lenni, ez a piaci rész. Ugye azért is mondom, hogy ez egy hosszabb távú dolog, mert nem biztos, hogy, hogy éppen akkor időben ott van ez az igény. Tehát lehet, hogy van igény, de nem biztos, hogy időben akkor van ez az igény. Tehát ilyenkor. Az értékesítéssel együtt van a marketing is, tehát a vágyfelkezdést is valószínűleg az értékesítőnek kell elvégeznie. Meg kell tudni próbálni időben előrébb hozni a projektet, olyan időre hozni, ami, ami az értékesítésnek jó. És utána, hogyha mész ebbe a folyamatba tovább, akkor utána innen jön be megint az értékesítésnek a klasszik rész, hogy kül lesz egy ajánlatot, vannak utána follow up -ok, és aztán menet közben pedig megpróbálod lezárni. Ugye ennek a proaktív értékesítésnek ez a hátránya, hogy alapvetően mondanám azt, hogy ez egy darab munka, olyan szinten, hogy, hogy hideghívások vannak benne, nagyon sok olyan dolgot kell benne csinálni, ami alapvetően a legtöbb embernek kényelmetlen, ezért is nagyon fontos az értékesítő, mint ember. Ehhez van egy szemléletem, ami szerintem sokat segít, de ebből majd egy következő pontnál szerintem valószínűleg belemegyünk és mint, 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 az értékesítőnek kell lenni egy elköteleződésének, kudarcűrő képességének, kitartásának ahhoz, hogy, hogy ebben sikeres tudjon lenni. A kapcsolatokat hova raknád ebbe? A, ezt, Kapcsolatrendszer, kapcsolati tőkeépítés... Alapvetően a, én nem itt ezt ilyen stratégiai szinten kezelném. Tehát amikor megvan a cél, hozzá van egy stratégia, és a stratégiában benne kell, már legyen az, hogy kapcsolatokat építesz, meglévő kapcsolatokon keresztül továbbmész, ajánlásokat kapsz azért, mert egy munkát megfelelően elvégeztél. de ezt ilyen nagyon tudatosan is lehet csinálni, ugye? Tehát, hogyha felméred azt, hogy abban az iparákban mondjuk milyen kapcsolatrendszerrel rendelkezel, hány közeli ismerősöd van, aki ebben van, kérsz tőlük mondjuk bemutatást egy harmadik félhez, vagy, vagy Persze. hogy mész tovább ilyenkor? Persze. Itt itt, itt ezt annyira tudatosan, tudatosan lehet csinálni, hogy itt az értékesítésnek lesz egy külön ága, ami, ami mondjuk a kiekánt managementnek felel meg, ami egy kiemelt ügyfél menedzselést jelent, irányítást jelent, ami, ami azt jelenti, hogy céges cég, cég között kialakítasz egy olyan kapcsolatot, hogy hosszú távon ez, ez virágozzon mindenki számára. És itt alapvetően erről van szó, hogy itt van az, amikor tovább ajánl, tehát ajánlást kérsz hozzá, segítséget kérsz az adott ügyféltől, megoldasz neki különböző problémákat, és akkor kialakul egy jó kapcsolat. Tehát a válasz az, az hogy a stratégiai szinten kell bent legyen, tehát egy értékesítő munkakörének szerintem mindig kell, hogy legyen olyan fázis, amikor te ültetsz, mindig van olyan fázis, amikor te gondozol, mindig van olyan fázis, amikor te aradsz, és mindig van olyan fázis, amikor te pihentetsz. És ezt jól meg kell érteni, hogy nagyon sok e, ilyen körben kell gondolkodni, e, mondjuk egy ügyfél életét, hogyha egy ilyen körnek elképzeljük, amiben van, e, ahogy mondtam, ültetés, e, gondozás, gondozás e, aratás, meg pihentetés, akkor ebből soknak kell, hogy, hogy legyen neked, e, abból, és ebből az eredőből áll össze majd az, hogy neked milyen, milyen portfóliód lesz. És ugye az, hogy a meglévő kapcsolatrendszert megdolgozd, az szerintem a stratégiai szinten benne kell, hogy legyen. Emellett kell reaktívan is ügyfeleket kezelni, tehát a legtöbb cégnél van ez így, és még mindig nagyon fontos, hogy milyen típusú értékesítésről beszélgetünk, mert ugye B2B-be teljesen egyértelmű, hogy ez így működik, de B2C-be egy fajik egyszerű termékkel, nincs, nincs, erre az egészre szükség, tehát lehet, hogy egy jól beszélő telefonost fel kell venni, aki fölhívja az ügyfelet, és megkérdezi, hogy mennyit adhat el belőle. De hogyha, Ez egyszerűsítve. hogyha a ti cégeteknél maradunk példaként, látod azt, hogy egy, egy új bevásárlóközpontot építenek, aminek jó eséllyel lesz parkoló háza is látod azt, hogy ki a generál és te tudod, hogy neked ott van egy ismerősöd, vagy akár kettő, vagy több oldalról is meg tudod közelíteni, és hé, figyeljetek már, összetudnátok kötni, hova tudnék árajánlatot küldeni, vagy, vagy ez hogy, hogy, megy? Most jelzem, hogy kinyitjuk a Pandora szerencséjét. <laughs> <laughs> Alapvetően amikor több csatornás értékesítéstől beszélgetünk, tehát amikor az értékesítésnek a folyamata több csatornán keresztül zajlik. Részt vesz ilyenkor egy értékesítésben alapvetően a projektnek már a tervezője. Ugye a tervező az egy ügyféligényt próbál megtervezni, ott már megpróbálják definiálni, hogy ott mi történjen. Akkor ugye ebből lesz alapvetően egy tender, ha a tenderen valamilyen generál kivitelező elviszi ezt az üzletet, akkor, akkor ők ezt megkapják, akkor tudhatod, hogy milyen projekt, tehát hogy milyen alvállalkozói rendszer lesz majd alatta, akkor tudhatod, hogy körülbelül milyen érdekkörök vannak ott, és hogy mi alapján fog eldőlni ez a projekt, és vannak olyan projektek, amire van befolyásod, ekkora kereteken belül, és el kell fogadni, hogy vannak olyan projektek, amire nincsen befolyásod a több csatorna miatt. Tehát egész egyszerűen vannak olyan zárt érdekközösségek, ahova nem tudsz bekerülni, vagy be tudsz kerülni akkor, ha, és akkor itt a ha lehet, hogy speciális a terméked, valamit csak te tudsz megoldani, van valami fajta kizárólagosságod, vagy az ügyfél kizárólag téged akar, és ezeket mindig fel kell mérned, hogy éppen mi van, mi, milyen lapok vannak a kezedben. Uh -huh. Szóval a válasz a kérdésedre, hogy hogyan kerülsz oda egy ilyen projekthez, egyrészt jó esetben te proaktívan dolgozod meg a piacodat, tehát már tervezési fázisban tudod azt, hogy van egy ilyen projekt, akkor már elkezdesz vele foglalkozni. Rossz esetben, amikor mondjuk egy generál kivitelező megkapta ezt a munkát, akkor oda van valamilyen kapcsolódásod, kapcsolatrendszered, továbbajánlásod. Ez is ha mondom, hogy egy proaktív értékesítésnek az értékes végterméke, hogy te tudod, hogy milyen generál kivitelezők vannak kint a piacok, piacon, milyen jellegű projekteket ki tud megnyerni, <laughs> Ö, és, és hogyha ha ezt megérted, hogy, hogy ki hol mozog, és neki milyen problémája van, akkor arra te tudsz megoldást adni. Tehát így tudsz oda kerülni hozzá. Ezt remélem nem volt nagyon absztrakt válasz. Nem. Men, Szerintem sok olyan hallgatónk van, akiben most az jelenik meg, hogy jó lenne ezt tudatosan csinálni, tudatosabban csinálni. Valószínűleg van egy pont minden cég életében, amikor már a cégvezetőnek el kell engedni azt, hogy ő az értékesítő, az első számú értékesítője a csapatának. Miért? Miért <laughs> ő az első számú értékesítője? Mert szerintem azért, mert ő az, aki a legőszintébben motiválta arra, hogy növekedjen a, a, a csapat, tehát a, a projekteknek a száma, ő az, aki a legközelebb áll a teljes kivitelezéshez, tehát a, pontosan tudja azt, hogy mit ad el, hogyan adja el, miért, milyen értéket jelent. Öm, gyakorlatilag ő az arca nagyon sok szempontból a cégnek, tehát hogy valójában egy marketing is válik, biztos van még egy csomó szempont. Igen. De hogy igazából ezeket kell a, az értékesítőnek is felépíteni. És akkor most beszéljünk arról, hogy valakiben megjelent az, az igény, hogy akkor túllépne ezen, hogy ő maga a cégének az első számú, vagy akár egyetlen értékesítője, hogyan épít fel egy értékesítői csapatot, vagy legalábbis hogyan veszi fel az első értékesítőt, vagy, vagy kit kell oda beültetni. Itt szerintem fontos az, hogy, hogy legtöbbször kényszer szüli az, hogy a cégvezető értékesít, mert hogy tényleg ő ismeri a legjobban a terméket, ő a leghitelesebb, és mondta egy, egy pár szempontot, ami, ami teljesen jó volt. Nagyon fontos, hogy ezeket a cégvezető fejéből ki kell írni. Tehát le kell írni egy papírra mindent, ami az ő tudása, és ez véges lesz a termékről. És azt gondoljuk, hogy nem tudjuk kiadni ezt a feladatot a kezünkből, mert majd az, akit hozunk, mint értékesítő, nem fog azokkal a skill meg tudással rendelkezni, mint ami, mint ami nekünk van. És itt egy picit megnyitnám azt a kört, hogy ki az értékesítő, mert hogy az értékesítő az. A legtöbb embernek ugye ez a harácsoló, nagy hangú, lukat beszélek a hasadba típusú ember, de alapvetően ez egy nagyon-nagyon szűk rétegről beszélgetünk, aki pszichológiailag elég képzett, nagyon jól kommunikál, kiváló az emberismerete, és alapvetően tud hatást elérni. Tehát az értékesítés, hatásgyakorlás. Nekem az a célom, hogy egy hatást váltsak ki a környezetben, akkor vagyok jó értékesítő. És hogy ki az értékesítő? ugye, hogyha belegondolunk itt az elmúlt mondjuk 2000 évben Európa történetébe, akkor olyan üzletek kötöttek, olyan érdekcsoportok kapcsolódtak egymáshoz, amik országok sorsait döntötték el, és valakinek ezeket a hatásokat el kellett, hogy érjék. Tehát az értékesítő az egy olyan kasztrendszer volt, még hogyha nem is hívjuk így, aki akár a királyhoz közvetlen bejárása volt. Na most, hogyha kicsit elnézünk keletebbre, akkor ugye pont a kasztrendszernél Indiában a, a, a kereskedők, mint réteg, ugye a vajság, az egy külön, külön réteg volt, tehát már a kasztrendszeren belül ez egy külön forma volt. És ilyenkor ugye arról beszélgetünk, hogy valaki erre születik, szoktunk mondani, hogy értékesítési vénája van. És itt behoznám azt, hogy ugye a legtöbb cégvezető az ugye kényszerből csinálja ezt az egész tevékenységet, és amit nem értenek szerintem sokan, hogy mindenki értékesít. Amikor te ügyféllel beszélsz, amikor te eladod magadat, amikor te adsz egy szolgáltatást valakinek, és ezt te jól csinálod, te több értéket adsz az asztalra, mint, a, mint amit a másik fél elvár, akkor te már értékesítesz. És itt a legtöbbször beragadt a gondolat, mint direkt szélsz az emberek fejében, de alapvetően van szakértői szélsz, ami pedig egy ilyen konzultatív jellegű beszélgetés, egy ilyen jó hangulatú flow, és én azt gondolom, hogy aki el van akadva az értékesítésével, és azt gondolja, hogy én nem akarom tukmányolni a termékemet, neki ilyen jellegű szélsz való, ott el kell oda a folyamatot juttatni, hogy minél egyszerűbben lehessen csinálni. És hogyha a cégvezető fejéből kiszedtük az összes információt, amire nekünk szükségünk volt, akkor ott is alapvetően célstratégia terv feladatszintre, szét kell az egészet bontani, hogy utána tudjuk kezelni megértelmezni. Ez azt jelenti, hogy kell anyagokat gyártani a termékekről, a szolgáltatásokról, meg kell ismerni a, az ügyfélkörünket, és hogyha ha ez megvan, akkor abból kifogásni, hogy milyen típusú emberre van nekünk szükségünk, mint értékesítőnek, és mint értékesítő. és... Ugye ebből lehet olyan, hogy, hogy nekünk egy Hunter-típusú értékesítő kell, aki tényleg olyan, hogy bemegy az ablakon, hogyha kidobták az ajtón. Ez egyfajtája ennek, de alapvetően van olyan, hogy csak Farmer-típusú értékesítőre van szükség, mert annyi bejövő lead van, hogy, hogy Alig győzi az adott cég. Lehet, hogy konzultatív típusú értékesítőre, értékesítőre van szükség, és itt az értékesítőn belül is elég nagyok az eltérések. Ugye, tehát, hogyha megnézzük azt, hogy ki az az ügynök, tanácsadó, eladó és üzletkötő, és a végére tesszük, hogy értékesítő, ezek, ezek mind külön kategória. Tehát mindegyiknek megvan a szerepe, de nem értékesítő. Tehát mondjuk egy ügynök, az legtöbbször a saját szekerét tolja. Egy tanácsadó, ugye az egy pénzen vett tudás a számomra, hogyha egy eladóhoz megyek oda egy boltban, akkor ő megengedi, hogy megvegyem tőle a terméket, és ott van egy üzletkötő, aki zárt és merev környezetben fogja tudni menedzselni magát az üzletkötést. Tehát ő az, aki leadminisztrálja az üzletkötést. És ezek mind külön kategóriák, és akkor ehhez képest van az értékesítő, aki értéket tud teremteni, értéket tud adni, meglátja az értéket a másik fél oldalán, meglátja, hogy mi az az érték, amit létre kell hozni ahhoz, hogy legyen egy sikeres üzlet. Amikor először lép be egy cég életébe egy értékesítő, és mondjuk ez a terület önmagában nem létezett egyáltalán, csak a cégvezető szélszállt, akkor szerinted, oké, okay, hogy meghatározunk a célokat, meg hozzávezető utat, de hogy, hogy mennyire kell szabadon engedni ezt a szakembert, ezt az értékesítőt, hogy lehet neki egy jó munkakörnyezetet kialakítani, milyen bérezési vagy motivációs rendszert kell kialakítani. Kicsit így, így építsük fel így nagyjából azokat a szempontokat, amiket egy első ilyen munkakör létrehozásánál figyelembe kell venni. Ez egy nagyon egyszerű kérdés volt. <gül> <gül> nagyjából egy ilyen fél éves jellegű konzultációba csomagolva tudnám elmondani. De talán azt mondanám, hogy, hogy első körben le kell írni a cégben az összes tudást, ami a termékre vonatkozik, ami a, az ügyfelekre vonatkozik, ami problémákat mi meg tudunk oldani. Tehát ez az egyik része. És meg kell nézni, hogy, eb, hogy milyen típusú érdeklődők vannak, tehát mire kell használjam az értékesítőt. Proaktív szélszre van szükség, vagy reaktív szélszre van szükség. Ha, ha ez kijött belőle, akkor meg kell nézni azt, hogy mennyire bonyolult az értékesítési folyamat. Tehát tényleg lehet az, hogy mondjuk egy webshopból fölhív e, valaki egy vásárlót, és biztosra kell menni az ütetkötésben Ez egy egyszerű, e, egyszerű folyamat, elég könnyen betanítható. Ebben az esetben alapvetően nem egy e, végtelen szerszámos ládával rendelkező értékesítőre van szükség, hanem inkább azt mondom, egy ilyen üzletkötési. E, üzletkötői kategóriáról beszélgetünk, egy telefonos üzletkötői kategóriáról. Ha, tehát a, a visszakérdésem igazából az lenne ebbe az egészben, hogy milyen típusú e, munkakörre keresünk igazából valakit, és olyan típusú embert kell fölvenni hozzá, aki rendelkezik ezekkel a képességekkel. Hát nézzünk valamilyen konzultatív típusú helyzetet, ahol kicsit összetettebb értékesítés van, e, mondjuk bejövő árajánlatokat vagy árajánlatkéréseket kell kezelni, Kicsit úgy, mint az Ati is teszi. Jó. Én értékesítőként azt mondanám, hogy talán az egyik legfontosabb képességrendszer az az, az hogy legyen egy hibátlan kommunikáció, tehát legyen egy jó kommunikáció. Az értékesítő személyisége ne torzítsa nagyon a valóságot. Tehát ne legyenek nagy elakadások, tehát amikor mondanak neked valamit, hogy egy piros tollal ír valamit egy lapra, akkor ne ceruzával, ne kék tollal kezdj el írni, vagy rajzolni, hanem kezdj el egy, egy pirossal is és lehetőleg írni. Ö, kell hozzá alapvetően ö, ambíció, tehát kellenek célok, kell az, hogy az adott személy valamennyire értsen a területhez, hogyha ezt tudja magával hozni, akkor az egy szerencsés történet, ha nem, akkor pedig neked kell kiképezned ahhoz, hogy értse ezt az egészet. És itt a konzultatív jellegű szélszről beszélgetünk. Milyen típusú munkakörről beszélgetünk egészen pontosan? Mert akkor tudok konkrét választ adni rá, hogyha látom azt, hogy neki mi a, mi a szerepe ott benne. Hát döntsük el, a folyamat, folyamat melyik részében vesz részt? Tehát amikor van egy megkeresés, akkor... Ja, reaktív. Igen. Tehát ha van egy megkeresés, akkor igazából egyrészt kell tudnia figyelni. Tehát én azt gondolom, hogy az értékesítő egyik legfontosabb uh, képesség az a figyelem. Ha, ha ő tud figyelni egy bejövő megkeresésre, ha tud figyelni egy ügyfélre, akkor az már egy fél siker. Ha ez a figyelem közben a, az érzékelés az megfelelő és a jó uh, információt szűri le, tehát nem torzít a személyiség, akkor van egy megértés már az ügyfél részéről. Aztán utána el kell tudni mondani a terméket az ügyfélnek az igényei szerint. Tehát ehhez kell egy jó kommunikáció, kell benne határozottság, és van az, amikor kell tudni vezetetnek lenni, és kell tudni vezetni. Hmm. Jó, tök jó. Um, ez igazából a, azokat jelöli ki, hogy milyen típusú emberre van szükség, meg milyen, milyen környezetet kell teremteni, meg elvárni tőle. Mert most egy csomó olyan dolgot mondtál, amit el is kell várni szerintem a, az értékesítővel szemben. Tehát azért az értékesítéseknél, vagy az értékesítő személyénél, munkakörnél mindig megjelenik a fizetésnek a kérdése, meg a pénznek a kérdése. Kell-e alapért adni szerinted egy értékesítőnek? Mondjuk maradjunk ennél a, ennél a reaktív típusú, konzultatív értékesítői szerepkörnél. Kell-e alapért adni neki, kell-e bónuszt adni, a bónuszt ezt évente kell kifizetni? Hogy, hogy látod ezt helyesen? Most ugye ez kicsit azért nehéz, mert teljesen a cipőben meg kéne alkotnod a tökéletes bérezési rendszert ebben a formában, ami motiváltan tartja, lojálisan tartja a, az értékesítőt. Ugye mindig halljuk azt, hogy lehetővé kell tenni, hogy végtelen mennyiség pénzt keressen az értékesítő. Ez pedig valószínűleg egyébként egy nagyon jó, teljesítményarányos bérezési rendszer adja meg. Nem egyszerű a kérdés, mert az értékesítők között is van egy skála, és beszélgettem a, tehát beszéltünk ugye az eladóról, egészen eljutottunk a táplálékláncba oda, hogy értékesítő, e, akkor azon belül, hogy ő milyen feladatot végez, tehát hogy zömében administratív feladatot végez, vagy amúgy értékteremtő feladatot végez, ez mm -hmm. az ő munkakörének mennyi része az, amikor ő értékesít, és mennyi része az, amikor ő adminisztrál, tehát belső feladatokat végez el, ez nagyon, nagyon kritikus, és hogyha ha azt mondom, hogy, hogy erre ott válaszolnék, hogy, hogy mi tartja fönt a motivációt, tehát a, az ideálisat kérdezed, nyilván az ideális az a teste szabott, tehát kell egy, kell egy, kell, egy, keretrendszer, amiben tud gondolkozni a cég. Tehát ugye én elindulnék a cég oldaláról, hogy mi az a feladatkör, amit én elvárok az értékesítőmtől, mi az az értékes végtermék, amit én szeretnék megkapni azáltal, hogy értékesítőket alkalmazok. És szégműködés szempontjából, mi az a pénz, amit ö, erre félre tudok tenni, ö, illetve mi az, ami ö, kigazdálkodható, és ott mekkora szabadságot tudok nyitni a, a teljesítményel arányosan. Számomra az értékesítés azért egy nagyon őszinte szakma, mert alapvetően a, a fizetésed megmutatja, hogy mennyire vagy kompetens ebben a témában. Tehát ez kvázi olyan, mintha vállalkozó lennél, Igen. mert... Ugye, amennyire jó vállalkozó vagy annyi a bevételed, amennyire jó értékesítő vagy annyi a fizetésed, és nekem az értékesítés mindig ilyen cégen belüli cég. Uh -huh. És itt, hogyha szerintem jól van delegálva a felelősség, és az értékesítő fölvállalja a felelősséget, akkor ki kell nyitni neki az ollót. Én most konkrét számokat nem fogok mondani, mert mert igazából így felelőtlenség bármit mondaná nélkül, hogy, 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 hogy tudjuk, hogy hogy miről beszélgetünk, de általánosságban az szerintem az elmondható, hogy az értékesítőnek kell, hogy éhes legyen, tehát kell egy olyan hátteret adni neki, ami igazából tehát egy olyan motivációs rendszert adni, ami egybevág a cégnek a motivációjával, ha az értékesítő éhes, és jók a céljai, jó a motivációja, akkor ebből a kettőből egy baromi hatékony szélsz tud kialakulni. Uh -huh. Hogy kell szerinted gondolni a, az értékesítői terület kialakítására azon a ponton, amikor ez még nem létezik? A, abból az, olyan szemmel kérdezem, hogy nyilván azért nincsen még értékesítési terület, vagy azért nem engedheti meg magának a cég, mert még bele se kezdett. És hogyha ha lenne egy értékesítési terület, akkor valószínűleg növekedne az árbevétel, növekedne a, 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 a profit a cégben, több pénze lenne, és emiatt tudná finanszírozni. Tehát, hogy ez ez kicsit olyan, hogy így előbb bízni kell abban, hogy ezt a területet érdemes csinálni. Tehát kicsit ez egy ilyen befektetés, ugye, az első Abszolút, abszolút befektetésként gondolok rá. Aha. Szerintem jó szélszest. én azt gondolom, hogy, hogy nehéz találni, könnyebb kinevelni ha te neveled ki, akkor igazából van egy nagyon nagy szabadságfokod, hogy mire képzed ki, milyen típusú ember e, tud megmaradni e, melletted, ugye, amilyen a paraszt, olyan a krumpli, amilyen a cégvezető, olyan az értékesítője, és akkor itt ezeket az analógiákat lehet még a végtelenbe benyitni hogyha jól tud hozzád illeszkedni az értékesítőd, akkor ki tudod neki delegálni azt a feladatot, hogy ő behozza a bevételt és a hozzátartozó profitot a cégbe. Hmm. És itt alapvetően azt mondom, hogy mivel ő a bevételt hozza be, hogyha te ezt ügyesen csinálod, akkor a bevételnek egy részét fordítod az értékesítésre. Ezáltal igazából őt motiváltál teszed arra, hogy a te célodat elvégezze. Tehát a te célodat csinálja. És hogy én úgy gondolnék rá, hogy neked, neked a feladatod cégvezetőként szerintem nem az értékesítés. Neked a cégvezetés a feladatod. Azért csinálod az értékesítést, mert kényszerben vagy, mert nehéz delegálni, nehéz olyan skillsetet találni, ami, ami számodra elfogadható, és amire azt mondod, hogy az ügyfeleidnél ez működik. Viszont, hogyha ezt ki tudnád írni a fejedből, hogy te egészen pontosan mit szeretnél elérni az értékesítőddel, mit kell hozzá tudnia. Ugye megint célstratégia terv feladat, ott tart az, hogy ki kell írjad azt, hogy pontosan hova akarsz eljutni. Meg kell tanítsd az értékesítődet erre. Képesnek kell lenni minél több pénzt behozni, minél jobb árszinten, amiből neked igazából már csak skálázási kérdésed van, hogy mikor termelik ki magát a következő értékesítő, a következő értékesítő, és mivel az értékesítő az, aki pénzt hoz a házhoz, ezért szerintem a legfontosabb terület egy cég életében, nyilván ebbe a székbe ezt fogom mondani, mert persze a termék fontos. a fontos. Nem, nem akartam megsérteni a beszerzőket, ez nagyon fontos. Tehát Inkább úgy mondom, hogy ez az a terület, ahol le tudja adni a nyomatékát a cég. Tehát az értékesítő tudja pénzét enni a terméket, amiért mindenki más dolgozik, és ezért mondtam azt, hogy a legfontosabb terület, de ez nem, hierarchik, tehát hogy nem hierarchikusan működik, mert nyilván minden terület összefügg, tehát fontos, a, fontos egy, a, aki létrehozza a terméket, hogy legyen termék, amit utána az értékesítő el tud adni, tehát ezt nem gondolom egy ilyen uh, aláfölé rendelt, inkább egy ilyen kooperatív együttműködésnek. Uh -huh. Hát meghoztad a kedvemet arra, hogy ezzel még többet foglalkozzak, és egyébként nem véletlen, hogy itt ülünk ma, mert hogy ez a téma engem most elkezdett érdekelni az elmúlt időszakban. Mi is rengeteget beszélgettünk erről mostanában, vagy hát már nem tudom, évek óta beszélgetünk erről. Üm, úgyhogy, úgyhogy, én ebben mindenképpen szeretnék még majd fejlődni, és köszönöm szépen, hogy ezeket ilyen tök jól elmagyaráztad. Nyilván azért a hallgatók érezhették, vagy a nézőink érezhették, hogy próbálunk egy, egy hatalmas nagy területet, ilyen picikek is Uh, mély fúrásokkal megnézni, hogy, hogy van -e, tehát mi van -e ennek az egésznek az alján. Ez arra ad lehetőséget, hogy egyáltalán gondolatokat ébreszünk szerintem a hallgatókban, nézőkben, hogy ezzel a területtel érdemes tudatosan és profin foglalkozni. Mi az, amit meg tud tanulni tőled az, aki a bébi próban be fog lépni ebbe a következő mondjuk egyéves kurzus időszakba, amiben te havonta fogsz egy, egy oktatásszerű alkalmat tartani. Tehát mivel lesz gazdagabb valaki egy év múlva, hogyha ennek a projektnek a tagja lesz? Én azt mondom, hogy a kényszert ki tudja venni az értékesítésből. Ugye a legtöbb embernek ez kényszer, tehát főleg kisvállalkozóknál hogy azért csinálják az értékesítést, mert rá vagyok kényszerítve, hogy eladjam a termékemet és mindig egy ilyen szürke mumus, hogy azért, azért csinálom, hogy ne hagyjak éhen, de alapvetően olyan sok kedvem nincsen hozzá, meg én nem vagyok az a tukmálós fajta, meg szokott jönni minden más gondolat ezzel. Én ebbe a kurzusba igyekszem ezt átláthatóbbá tenni, tehát hogy milyen lépései vannak, mi mire épül, mit kell hozzá megcsinálni, hogy, hogy jól működjön ez az értékesítés. Igyekszem eljutatni oda a résztvevőket majd, hogy Tudatosan végezzék ezt az egész műveletet, és értsék azt, hogy az, az, amiben éppen vannak, az a folyamatnak melyik eleméhez tartozik, és ott mi a, a, a feladat. És azt, hogy, hogy ne egy ilyen mumusként gondoljunk erre az értékesítésre, ahol tényleg ott van a gyomrunkban a, a, a szög, amikor, amikor el kell kezdeni tukmálni a termékünket, hanem arra gondoljunk, hogy alapvetően ezáltal létrehozok egy csomó értéket a másik félnek, tudok rajta segíteni ahogy ugye Gellért mondta az előző adásban, ugye kötelességem segíteni, hogyha már tudom, hogy mi a megfejtés egy, egy problémára. És, és azt, hogy szedjük szét azt, hogy szerintem lehet úgy értékesíteni, hogy az ember jól érezze magát közben, hogy ne feszélyezze magát se az ügyfél, se az értékesítő, és ez egy mindkét oldalon magas eredménnyel záruló kapcsolat legyen. Jó, köszi szépen. Szerintem egy rendszert fog kapni, valójában így egy, egy olyan jól működő rendszert kaphat az, aki ebbe belép, hogy pontosan tudni fogja, hogy a különböző lépések az igényfelkeltéstől, az ajánlatadáson át, a follow-up, a lezárás, a többi, hunting versus farming szinten, ez hogy tud jól működni. Úgyhogy a BB protagoknak most már így, így szerintem így szépen el lehet mondani, hogy jön egy nagyon komoly fejlődés vagy fejlesztés ebben a rendszerben, ugye aki a az ex Impulsus hírlevélre fel volt iratkozva, vagy a mostani BB pro a tagja, több mentortól, Gábortól is fog kapni egy legalább egy éven át tartó folyamatot, 12 alkalom, amikor csoportos formában különböző területeket, így pénzügy, értékesítés, marketing, cégfejlesztés, át fognak beszélni csoportokban, házi feladatokkal, szóval brutálisan király lesz ez a program, és akkor Gábor ennek lesz az egyik mentora az én felkérésemre. Úgyhogy nézzétek meg az impulzusírlevélhu t vagy bbpro.hu-t, de hogyha felmentek a businessboys.hu-ra, akkor ott is megtaláljátok a linket a bbpro-hoz, vagy akár a, a show hogyha belé megnézitek ennek az adásnak a leírását, akkor ott is ott lesz minden linkhez. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy eljöttél, és már én, vagy én, most, én most nagyon lelkes vagyok, egy csomó feladatot, feladatot írtam össze magamnak egyébként, hogy én nekem, mint a saját cégem értékesítőjének, mit kell rendbe rakni. Meg majd veled is fogok még egy körben konzultálni szerintem, úgyhogy köszi, hogy itt voltál. Állok rendelkezésedre, én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, ez volt a Business Boys Podcastnek a legújabb része. Virágati volt itt, én Sándorfi Adrián vagyok, és Juhász Gábor volt a vendégünk. Csatlakozzatok hozzánk, légy a Facebookon, van egy szuper zárt közösségünk, megtaláljátok a Business Boys Podcast csoport néven a Facebookon, több mint négyezer tagunk van. Van egy Instagram, TikTok oldalunk, TikTokon 15 ezeren követnek minket, úgyhogy ilyen pici, napi szintű impulzusakra vágytok a Business Boys csapatától, akkor ezt érdemes követni, illetve van egy Voiz nevű kuponkódunk a businessboys.hu per VOIZ oldalon, ugye mindenki innen tanul, mindenkitől lesz hallom, már évek óta használom a Voice-os kuponodat, szerintem a Gábor is ezt használja még, úgyhogy, 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 úgyhogy csatlakozzatok ehhez a szuperkörhöz. Ez volt már a BB, Mester Tomit puszíjuk, üdvözöljük, legközelebb majd ő is jön. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!